kívánok, üdvözlök mindenkit a gyűlési Soros Tamás ülésünkön. Jegyzőkönyvünkön nem volt kiküldve. 13 napi rendi pontunk a megtárgyalásra. Muszai úr, és értesültem, akkor bejön még 2. Polgármesternek megkérném szépen, mutassa be röviden a napi rendi pontokat. Köszönöm a szót. Kedves képviselőasszony, vezérasszony, elnök úr, képviselő ura, tisztelettel köszöntöm Önöket az e-havi rendes tanácsülésünkön, amelyre 13 napi rendi pontból álló programjavaslatot terjesztettünk elé, és ahogy az elnök úr is mondta, még 2-t szeretnénk betűzni a továbbiakban. Ezeket szeretném ismertetni. Az első napi rendi pont keretében azt a szabályzatot javaslom jóváhagyni, amellyel ez a tanács a díszpolgári címeket tudja odaadományozni az arra érdemesült állampolgárnak. A második napi rendi pont keretében pedig egy konkrét díszpolgári cím adományozásáról szeretnék javaslatot előterjeszteni. A harmadik napi rendi pont keretében a Balódváros 2021-27 közötti, tehát a jelen európai uniós költségvetési ciklus időtartamára igazított fejlesztési stratégiáját terjesztem elő. A negyedik napi rendi pont keretében a Balódvárosi energiafelhasználási stratégiánkat terjesztem elő. Az ötödik napi rendi pont keretében a költségvetésünk módosítását javaslom önöknek. A hatodik napi rendi pont keretében szeretném, hogyha meghatároznánk azokat a vészhelyzeteket, sürgősségi helyzeteket, amikor az önkormányzat a saját költségvetéséből segélyt, gyors segélyt tud nyújtani az egyes rászorulóknak. A hetedik napi rendi pont keretében kérjük, hogy a helyi tanács igazolja egy 720 négyzetméteres területnek és a hozzátartozó épületnek a Balódváros magánvagyonához való tartozását. A 8. napi rendi pont keretében javaslom, hogy a 24.907-es telekkönyvben szereplő egyik ingatlanunk bérbeadásának a dokumentációját hagyjuk jóvá. A 9. napi rendi pont keretében a város tulajdonában lévő kukásautó eladásának a dokumentációt javaslom. A jóváhagyásra a 10. napi rendi pont keretében javaslom, hogy az önkormányzat az Aquakov közösség közötti fejlesztési társulásban való részvételre és szavazásra hatalmazom meg engem, 2 újabb tag szeretne belépni a megyéből ebbe a társulásba. A 11. napi rendi pont keretében javaslom, hogy a felsőrákosi szennyvízépítési projekt egyes etapja odaítélési dokumentációját munkádat kivitelezésére hagyja jóvá az önkormányzat. A 12. napi rendi pont keretében ugyancsak egy közbeszerzési procedúra elindításáról volna szó, ezúttal a Balódvárosi víz, szennyvíz és esővíz csatornázás munkálatainak a odaítélési dokumentációját javaslom jóváhagyásra. A 13. napi rendi pont keretében pedig a helyreállítási program keretében való bölcsődeépítési projektünk letételét szeretnénk jóváhagyatni önökkel, és akkor a 2 napi rendi pont, amely nem szerepelt a meghívón, az egyik a piac modernizálásával kapcsolatos költségvetésünk módosításának a jóváhagyása, és a 15. napi rendi pont pedig 2 terület megvásárlása a szociális lakások építése céljára. Kérem tisztelettel a napi rendi pontoknak az elfogadását. Köszönjük szépen, valakinek kérdése az elszólás. Ha pedig nincs, akkor kérem szavazzunk, hogy ebben a formátumban megtaláljuk a napi rendi pontot a külön mellette. Köszönöm szépen, hogy jöttek el. Akkor kérem a polgármester úrat, hogy mutassa be az első napi rendi pontunkat. Köszönöm szépen. Az első napi rendi pont keretében annak a szabályzatnak a jóváhagyását javaslom a tisztelt önkormányzatnak, amelynek az értelmében időnként az önkormányzat díszpolgári címet tud adományozni az arra érdemesülteknek. 2019-ben megjelent a 57-es sürgősségi kormányrendelet, az Adminisztratív Kódex, amely tartalmazza ezt a kitétet, hogy a korábbiaktól eltérően, amikor a város statutumjában kellett befoglalni azokat a kritériumokat és szabályozatokat keretében, melynek az értelmében díszpolgári címet lehetett adományozni, most egy külön szabályozatra van szükség, és ezt készítették el a munkatársaim, ezt megkapták önök is, és hát leírja mindazokat a körülményeket, amely között díszpolgári címet lehet adományozni, illetve vissza lehet vonni, mivel jár, milyen jogokkal, kötelességekkel,
az önkormányzatra és a díszpolgárra nézést. Gondolom, hogy ezt mindannyian áttanulmányozták, kérem tisztelettel az elfogadás által, amennyiben nincsen hozzászólás. Köszönöm szépen. Valakinek kérdése, hozzászólása a napi rendi ponthoz? Kérdezném a három szakbizottságot, hogy tárgyalták a napi rendi pontot. Három szakbizottságban megtárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Akkor megkérem, hogy szavazzunk. Ki van mellett a napi rendi pontnak az elfogadása? Köszönjük szépen. Akkor megkérem a polgármesterőt a második napi rendi pontot. A második napirendi pont egy konkrét díszpolgári cím odaítéléséről szól. A városban most már több évtizede működtetett különböző szervezeteket, és nagyon az ifjúság nevelése mellé állt Dimény Olga tanárnő, nyugalmazott tanárnő, akinek a mozaik tánccsoportja az idén tavasszal ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját ebben a teremben népes közönséggel. És a szülők részéről érkezett egy ilyen javaslat, felkérés, hogy fontoljuk meg, hogy Dimény Olga tanárnőt díszpolgári címre terjesszem elő. Természetesen egyetértettem ezzel, és most előterjesztem önöknek ezt a díszpolgári cím adományozását. Mindenek előtt pedig a méltatást, a laudációt olvasnám fel, amelyet Bíró Kinga egykori tanítványa, most pedig Baluti tanítónő írt. Sajnos Kinga Budapesten van most, és nem tudja felolvasni személyesen. Megbízott, hogy akkor én ismertessem önökkel, és akkor, mivel egy emelkedett momentumról van szó, kérem, hogy akkor hallgassák meg ezt a laudációt. Örömmel és megtiszteltetés érzésével fogadtam a felkérést, hogy egykori tanítványként méltassam Dimény Olga tanárnő munkáját. Nem könnyű feladat, mert olyan gazdag ez az életmű, hogy az ember időnként csak számokra szorítkozik, és mégis az, mert ennek az életpályának én is részese lehettem gyermekként, majd szülőként is. Dimény Olga a Kovászna-megye Nagybaconban született 1954. március 27-én, szülei második gyermekeként, magyarnak. Családos, két fiú édesanyja, férje Dimény János tanár, a Baruti Szabó Dávid Liceum nyugalmazott igazgatója. 1979-ben a Bukaresti Testnevelési és Sportegyetemén szerzett testnevelő tanári oklevelet és torna edzői szakdiplomát. A 79-80-as tanévben a Magyar Hermányi Általános Iskolában, majd 81-től 90-ig a Nagybaconi Általános Iskolában tevékenykedett testnevelő tanárként. A nagybaconi évek hozták számára az első szakmai sikerét. Az által felkészített lányok több mint 5 éven keresztül megszakítás nélkül voltak megyei bajnokok, és képviselték Kovászna megyét az országos megmérettetéseken. Akkoriban Nagybacon lett Kovászna megye egyik torna központja. Azokban az években már tudatosan kereste a tehetséges gyermekeket, de azokat sem küldte el, akik első látásra nem tűntek annak. 1990. májusában versenyvizsgával elfoglalta a Baruti Gálmozás Általános Iskola testnevelés katedráját. Itt 96-ig dolgozott. Érkezésekor átvette az iskola tornacsapatának irányítását, akikkel már az indulástól megyei bajnok lett. 91-ben részt vettek az általános iskolák számára kiírt tornaverseny országos szakaszán Törgölisten, ahol a csapat harmadik helyezést ért el. Az igazi szakmai kiteljesülése 96-ban kezdődött, amikor versenyvizsgával elfoglalta a Baruti Tanulóklubja modern tánc és torna katedráját, valamint az intézmény igazgatói állását. Erről azt mondta, 96-ban gyökeres változás következett be az életében. Ekkor kezdődött életén legszebb, legtartalmasabb és legeredményesebb 22 éve. A tanárnő az általa irányított tánc, modern tánc, sporttánc, mazsolett és látványtáncosokat egy nagy csapatba kovácsolta. Érdekes nevet választottak, éppen rájött, mozaik lett a neve. A mozaik apró darabokák sokasága, amiből értő kezek alatt egység lesz, egy nagy kép. Sok különböző gyerek, lány és fiú különböző mozgásformák alkották és határozták meg a csapatot. A mozaik bekapcsolódott a megyei, országos és nemzetközi vetélkedő küzdelmeibe. Sikeresen képviselték városunkat, megyénket a megmérettetések hosszú során. Tanítványai több megyei, megyeközi és országos bajnoki cím büszke tulajdonosa. Hosszú lenne felsorolni a több mint két évtized során összegyűjtött országos és nemzetközi díjakat. Csak két számadat. Több mint 100 000 kilométer utat tettek meg a mozaik csoport tagjaival, és több mint 600 dobogós helyezést értek el országos és nemzetközi versenyeken. De ezek csak számok. A háttér sokkal színesebb. Belefér ebbe a sok munka, a küzdés, a lemondás, az öröm és csüggedés, a siker és kudarc egyaránt. És a gyermekek iránt érzett határtalan szeretet, bizalom, a tudatos jelen formálása, a pozitív személyiségi jegyek kialakítása.
Tatár Zsuzsanna ezüstgyopár díjas magyar tanár eképpen vélekedett. Egész pályafutását a gyermekek okos szeretete, a szakmaiság, az igényesség és a határtalan munkabírás jellemző. Évek során sok száz butorkáló kisgyerek vált keze alatt kulturálmozgású, magabiztos és akaraterős csinos hölgyét, meg lett férfivá, találta meg a helyét az élet sok területén. Megálmodta és 97 óta minden évben megszervezte az egész országot átfogó Borodóba nemzetközi tánc és torna fesztivált. 18-ban a 23. alkalommal megszervezett rendezvényen 25 megye 44 is több csapata képviseltette magát. A néhai Florin Gabriel Escu balettművész, a román állami opera koreográfusa, aki több mint 12 éven keresztül töltötte be a zsűri elnöki tisztjét, a rendezvény aranykönyvébe ezt írta: Olga Dimény, vám sem nem pentru acest oraș, o generație de oameni sănătoși fizic și cerebral. A néphagyományaink ápolása, nemzeti kultúrán, történelmi értékeinek megóvása, továbbadása az ifjú nemzedéknek fontos helyet foglaltak el a tevékenységében. A tanulóklubja mellett létrehozta a szekély néptánc csoportot, Nagybaconban a Pásztortűz néptánc együttest, melyet hatékonyan működtetett. 21 éven át szervezte a Barátság tánclépésben nemzetközi néptáncfesztivált és tábort, ahol több nép és ország képviseltette magát. Dimény Olga tanárra élete nem szorítkozik csupán a gyermekekre, mindig lehet rá számítani közösségi ügyekben. 92 óta a Románia-Magyar Pedagógusok Szövetségének a tagja. Munkáját a Románia-Magyar Pedagógusok Szövetsége 11-ben ezüstgyopár díjjal méltatta, 17-ben pedig Korodi Hajnalka díjat, valamint szolgálati emlékérmét vehetett át. Ma, amikor Baród város önkormányzata a Baród díszpolgár elismerést adományozza neki, az általa oly nagyon szeretett és oly sokat idézett kosztolányi sorok után szabadon, vígak vagyunk és bársonyban járunk, kezünkben aranyérem van és megkódítjuk az egész világot. Bíró Kinga tanult. Kérem tisztelettel ennek a laudációnak a megfontolásával szavazzanak arról, hogy Dimény Olga nyugalmazott tornatanárnőt Baródváros díszpolgári címében részesítessük. Köszönöm szépen. Kérdezném a hármas szakbizottságot, hogy tárgyat tartanak el. Hármas szakbizottságon megtárgyatok a sárkodás jövőség. Köszönöm szépen. Valakinek kérdése, hozzászólás, mert jól mondtuk. Csak annyit szeretnék hozzászólni, hogy a Szerelmdiasz frakció nevében is szeretnék megköszönni azoknak a személyeknek, akik javasoltak a tanárnő erre a díszpolgári címre, hiszen nála érdemesebb szerint boldogban, hogy szerintem sincsen, és mint ahogy a laudációval is hallottuk, rengeteget átődik a fiataljaiért, és hitte, szerette a világban másunk tudjuk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Most ugye megszavaztottam most, de gondolom, hogy neked még egy másik lépése is, ahol a megszavazás után akartam mondani, hiszen vannak szavazólapok, és amennyiben a határozat megtörténik, akkor jelentettem oda, de elmondom, hogy a bányásztapok keretében lesz a ünnepi átadása. És akkor már a laudációt Bíró Kinga fogja bemutatni az előtt a közönség előtt. Az nem tanácsülés keretében, hanem egy másik fesztivál ünnep keretében lesz meg. Ennek a határozatnak a szavazása titkos lesz. Megkérek szépen mindenkit, hogy vonuljon ki a főasztalhoz, vegyen el egy cédulát, és dál vagy múlva lehet szavazni, és akkor bele fogjuk tenni az urnába, és végül összeszámolni, hogy ki tudja szavazni. Megkérném akkor el. Thank you.
Köszönjük szépen a szavazatokat! Egyeltető mindenki benne szabad, úgyhogy köszönjük szépen. Mindenki. Köszönjük szépen a szavazatokat, kérem a polgármestert, hogy mutassad a hármas napirendi pontot. A harmadik napirendi pont keretében Borozváros 2021-27-es periódusra kidolgozott fejlesztési stratégiáját javaslom jóvá hagyni. Ezt a stratégiát a Develop Group Consulting nevű csíkszeredei cég dolgozta ki. Valószínűleg visszaemlékeznek önök, a múlt év tavaszán fogtunk neki, és tanácsosok közül is többen voltak, akiket megkérdeztek, tehát személyes interjúkat is végeztek a mindenfajta más típusú adatgyűjtés mellett, és sor került ezekre a személyes konzultációkra is. Ezeknek az eredményét összefoglalja ez a több mint 200 oldalas fejlesztési stratégia. Alapvetően, hiszen nincsen idő ezt nagyon részletesen elemezni, a következő dolgokra szeretnék kitérni, hogy nyilvánosan tettük ezelőtt több mint 3 hónappal a Facebookon is, azzal, hogy mindenki letölthette, a honlapunkon is rajta van most már több mint 3 hónapja, az átláthatósági törvény követelmények is megfeleltünk, hiszen a megfelelő időt azt ki volt közölve, publikálva. Az alapvető kérdések a következők. Próbáltuk a fennálló nemzeti és uniós finanszírozási programok lehetőségeihez igazítani. És ezért nem került sor a korábbi jóváhagyására, mert a kidolgozásának a múlt év tavaszán nekifogtunk, de gyakorlatilag az idei év tavaszán értünk el addig, hogy mindazok az uniós programok és nemzeti programok körvonalazottak, tehát határozott kiírással, határozott terminusokkal, hozzárendelt összegekkel, amelyekben Borozváros az élet valamely területén tud pályázni. Figyelembe vettük a települések különfejlődését is, tehát vannak olyan projektek, amely szolgálja az egész várost, mint a 6 településsel, sőt, szolgálja az egész erdővidékét is, például a középiskola fejlesztését, vagy például a kórház fejlesztését érinti. És vannak egészen specifikus esetek is, mint például, hogy az egyik hozzánk tartozó településen az egyik legnagyobb probléma a birtoklevelek kiadása, és akkor az ottani földtulajdon helyzetét kell tisztázni. Általános probléma a közművesítés megoldása, és ugyancsak a közlekedési infrastruktúra, de mellette mindenfajta közt- és magántulajdonunkban lévő épületet és területet szeretnénk karbantartani, fejleszteni, és használni azokra a célokra, amelyre ezt korábban vagy az elmúlt időben megépítettük, kialakítottak. Ha kérdéseik vannak, akkor természetesen állok az önök rendelkezésére. Az anyag ismeretében kérem, hogy mondjanak véleményt, illetve támogassák szavazatukkal ennek a stratégiának az elfogadását. Köszönöm szépen. Kérdezném a kettős szakbizottságot, hogy tárgyat. Kettős szakbizottság tárgyat és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz? Ha pedig nincs, akkor megkérem, hogy szavazzunk. Ki van mellett, hogy a napirendi pontot elfogadjuk? Köszönöm szépen. Megkérem szépen a polgármester, hogy mutassa be a 4-es napirendi pontot. Köszönöm szépen. A 2014-ben elfogadott 121-es törvény értelmében minden 5000 lakosnál nagyobb településnek kerüljön egy külön energiagazdálkodási stratégiája. Ez a törvény már 8. éves, de az idén érezzük a saját bőrünkön, hogy mit jelent az energia, amikor a számlák megérkeznek a magánszemélyre, vagy pedig akár az önkormányzatra,
hiszen egy nagyon súlyos, a háború által súlyosbított energiaválság közelében vagyunk, és nem látjuk ennek az egésznek a végét. És ezért ezt az energiastratégiát ennek a figyelembevételével dolgozták ki ugyancsak a Develo Group Consulting cég munkatársai, valamint ennek az értelmében magába foglalja mindazokat az intézkedéseket, amelyre már az eddigiekben is tettünk lépéseket, hiszen több olyan pályázatot nyújtottunk be, amely az energiagazdálkodás javításával jár. Május végén benyújtottuk ugye a két több házra, a 12A-12B-re a pályázatunkat, illetve június végén benyújtottuk a saját középületeink energiagazdálkodásának a javítását szolgáló pályázatainkat 8 épületre. Na, valóban nagyon-nagyon fontos az energia, hiszen egy épületben való beruházást az eddigi tapasztalatok szerint és a szabályrendszer szerint akár 90-95%-ban is pályázat útján el lehet nyerni, viszont egy adott épület működtetéséhez, amelyben nagyon súlyos szerepet kap a gáz és a villanyszámla, nem száll be senki, tehát mindenképpen érdekünk, hogy középületeinket, közvilágításunkat úgy modernizáljuk, hogy annak a végén minél kisebb legyen a havi számla, amit kell fizessünk. Ez az energiahatékonysági program javítását, energiahatékonyságot célzó program ennek az értelmében készült el, és kérjük tisztelettel ennek az elfogadását is. Köszönöm szépen. Kérdezném ugyancsak a kettős szakbizottságot, hogy tartották napirányi pontot. Azt egy elfogadásra javasolja. Köszönjük szépen. Valakinek kérdése, hozzászólása a napirányi ponthoz? Tehát az energia, hogy milyen gondok vannak a világban, és nálunk is. Ez a tanulmányok, ha megrendelődött, akkor még a világ nem így állott, és amit elkészült, akkor sem mutat azok a helyzetek, amik most előálltak. Hogy érzi, szükség van arra, hogy ezt esetleg, ha megrendelik, hogy megkérdezik, hogy aktuális, nem aktuális, vagy esetleg lehet-e valamilyen kiegészíteni, vagy módosítani annak függvényével alakultól? Az idén tavasszal az elkészítők már megnézték, lehetséges, hogy a mai nappal is lehetne egy kicsit update-elni, hiszen ez az energiaválság igazából az elmúlt 4-5 hónapban súlyosbódott el, mióta az orosz-ukrán háború is kitört, mert hogy azóta olyan helyzetek álltak elünk, hogy energia adott esetben vagy nincs, vagy pedig sokkal-sokkal drágább. Úgy látom sajnos előre, hogy ez még a következőben is bizonytalan, tehát a konkrét áremelkedéseknek a százalékos arányát nem tudjuk megbecsülni, és éppen ezért érvényesnek tartom a tanulmányban foglaltakat, az irányelvet, hogy akkor minél hatékonyabban használjuk azt az energiát, amire szükség van. Ez magában foglalja, amit említettem, a közvilágítások modernizálását, erre szerencsésen meg van egy mennyi projektünk, el van készülve kiviteli terv, és szeptember folyamán le is tudjuk szerződni a munkálatokat. Illetve a másik a fűtés, amelyre az a letett 9 pályázat úgy gondolom, hogy hatékonyan hozzá fog járulni. Hogyha visszaemlékezünk, akkor minden egyes pályázat végén az egyik mellékletben kellett szerepeljenek azok a mutatók, amely a jelenlegi energiafelhasználást és a várható energiafelhasználást kimutatták. Minden épületben 50%-os energiafelhasználás csökkenés vagy annál nagyobb van előre jelezve, természetesen ez függ a kiinduló állapottól és a bevitt modernizálástól, úgy ami a passzív energiagazdálkodást, tehát a szigetelést, mint az aktívat, tehát az épület gépészet átalakítását, modernizálását jelenti. Tehát összefoglalva azt tudom mondani, hogy a megfogalmazott irányelvek ebben a programban szerintem jó, alkalmazható, ebben a pillanatban állják a helyüket, még akkor is, hogyha hónapról hónapra változik a helyzet, hogy 1-2-5 év múlva meg fog-e felelni, ezt előre nem tudom bocsátani, hiszen ezelőtt még 1-2 évvel sem tudtuk, hogy ilyen helyzetbe kerülünk, amin vagyunk most. Köszönjük szépen. Más valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz? Pedig nincs, akkor megkérjük, hogy szavazzunk, ki van mellett, hogy a napirendi pontot elfogadjuk. Köszönjük szépen. Megkérem polgármestert. Az 5. napirendi pont keretében Barotváros folyóévi költségvetésének a módosítását szeretnénk eszközölni két tételben. Az egyik a Gálmózás általános iskola kérésére a 4. évnegyedből 3. évnegyedre kellene előhozni
adott költségeket a javakkal és a szolgáltatásokkal kapcsolatosan. A részletek megtalálhatók a benékletbe. A második pedig a saját beruházási listánkat érinti két tételben. Ugye a beruházásokra elköltöttük már február 10-én, amikor jóváhagytuk az idei költségvetést, hogy milyen beruházásokat célozunk meg és milyen összegeket látunk elő. Az első, ahonnan vissza szeretnénk venni 100 ezer lejt, a közszállításra való autóbusz, közszállítás szolgáló autóbusz állomány megújítását célozta volna. És emlékeznek arra, hogy amikor a C10-es komponensében a helyreállítási programnak benyújtottuk az épületszigetelési pályázatokat, akkor jeleztem már, hogy ott ugye 6 komponensben lehetett pályázni. Az egyik volt az elektromos autóbuszokra alapozott közszállítás. Viszont arra az első 15 percben elfogyott a pénz. És a másik az, hogy nagyon drága beruházásról van szó, tehát szeretném elmondani, hogy ez a 45-50 közötti férőhelyes autóbusz egy 600 ezer eurós árban van elérhető. Tehát a projekt is ezzel számol. Hogyha mi csak azt a két kudarc számítjuk, amely a városunk keretében van megoldva a Transztok RT által, tehát a Bodos-Bibarszfalva Barót és a Miklósvár-Köpec-Felsőrákos Barótot, tehát ha két autóbusz a számolunk, már is 1.200.000-et kellett volna rákölcsünk erre a két autóbusz. Ez a költségvetés elfogadásakor még nem látszott ennyire. Egyrészt az, hogy milyen árban lesznek ezek a buszárak, mert gyakorlatilag hétről hétre nőttek egy-egy 50 ezer euróval, ami kiírásra került a projekt, megszokott dolog a pályázatoknál. A másik pedig, hogy ekkora nagy a jelentkezés rá, és ilyen gyorsan elviszik az egészet. Tehát a municipium 20-25 darabos flottára tettek le pályázatot, nagy municipiumok, több százezeres lakosú városok, és ezért én már akkor jeleztem önöknek, hogy jobbnak találom, hogyha a középületeink energetikai célú rehabilitációját célozzuk meg, abból 3.200.000-es keretből, amely rendelkezésünkre állt, és nem ad az autóbusz állományt, ahol mondom, csak két autóbusz, 1.200.000 euró, ami több mint 6 millió lejt, tehát ez iszonyú pénzűhoz. Itt el volt küldve 100 ezer, ezt javaslom visszavenni, és két tételre elosztani, amelyre szükségünk van. Az egyik a felsőrákosi kamerarendszernek a képítése. Itt eredetileg 100 ezeret fogtunk be, viszont a konkrét ajánlat és szerződés, ameddig le tudtuk alkotni, a 104.125 lejt kellene. Tehát 4.125 lejjel kellene ezt megtoldjuk. Amúgy az első része a kamerarendszereknek fel van szerelve, tehát maguk ott vannak láthatóak, és a következő rész, tehát a működésbe helyezést, mihelyest megvesznek a villanyrácsatlakozási lehetőségek, akkor egy másik számlában kell kifizessük, tehát ebben a pillanatban beleférünk, de a második részt, hogy működőképes is legyen a rendszer, ezzel a 4125 lejjel kellene megtoldani. A 100 ezer lejből fennmaradó további 95.870 lejt viszont az élelmiszerpiacon modernizálására javaslom hozzárendelni, amely a következő dolgot foglal magába. Az eredeti elképzelés szerint 10 bódé volt elképzelve, és egy gondolatban szükség is van, viszont a költségvetésben, a projekt költségvetésébe csak 4 volt belefoglalva. Ezeket leszerződtük az alapjait, hogy öntse meg a vállalkozó, mivel hogy a földmunkával együtt kell elvégezni, tehát ugye látja mindenki lemaradt a piskótával, tehát nem tehettük meg, hogy lerakjuk az egészet, átveszünk a projektet, és akkor ismét feltörjük. Tehát leszerződtük, hogy ugyanannak a főmunkának a keretében az alapok legyenek megöntve, hiszen nem csak alapról van szó, hanem villany oda vezetéséről is, és ezért ez megtörtént, tehát a számla kifizetéséhez szükségünk van nekünk a 6 alap megöntéséhez 85 ezer lejre, és ezért javaslom, hogy a közszállítás fejlesztéséről elkölthető összeget rendeljük ide, és ezáltal ezt a 6 alapot ki tudjuk fizetni. A bódék felépítményeinek a további megvásárlása pedig a következőkben lesz esedékes. Mindenképpen ezt a fázist ebben a periódusban, amikor a többit végezték, el kellett végezni. Úgyhogy kérem tisztelettel önöknek ennek az elfogadását. Köszönjük szépen. Kérdezném az egyes szakbizottságot, hogy tárgyalták el a iránti pontot. A szakbizottságnak tárgyat és elfogadásra javasolja, kicsit kiegészítés lenne a programmester
egyszer is hosszú úr gyűjtettem egyszer, hogy tehát csak átmenít a pultonnak ilyen a költségvetésbe. Különítve, így értem. Így értem, mondta. Valamint a 85 ezer elejét, egyszer 95 ezer elejét mondott, de én úgy tudom, hogy 85 ezer elejét van szó. Igen, tehát ugye azért mondtam, hogy a 100 ezer elejből 4130 elejét teszünk a felső rákosi része, és a többit, ami megmaradt 95.870-et, azt a piacra tesszük, de a munka csak 85 ezer elejét. És valóban, tehát még fennmarad egy 10 ezer elejét, viszont ebben a pillanatban a munkákat el vannak végezve, amúgy egy beszúrt 14. napirányi pontban erről még fogok beszélni, a piacról ugye van egy külön napirányi pont. De vannak viszont az engedélyezéshez még megtörténhet, hogy némely kicsi igazítást kell tenni, és akkor a 10 ezer lejazott igazán jó hát van, hogy tudjuk az engedélyezést is. Tehát nincs elírás, ha az összeget teljes egészében áttesszük, de csak 25 ezer lejt kell kivizessünk. Köszönöm szépen. Valakinek kérdése a hozzászólás a napi rányi ponthoz? Ha pedig nincs, akkor megkérdem, hogy szavazzunk. Ki van mellett a napi rányi pontnak az átadás? Köszönöm szépen. Ha megkérdezem a polgármesteret, mutassa be a hatos napi rányi pontunk. A hatodik napi rányi pontunk létjogosultságát, az élet hívta elő és szükségességét. A törvény azt írja, a 416-os törvény, amely a garantált minimálbérről bére vonatkozik, hogy adott esetben saját költségvetésből az önkormányzatok különleges esetben, szükséghelyzetben adhatnak anyagi támogatást a szükséghelyzetet szenvedőknek. Ez változatos, de rá fogunk térni mindjárt ezekre. Ez az élet azért hívta elő, mert az elmúlt időben történt néhány olyan eset, amely szociálisnak vagy szerencsétlenségnek is lehet nevezni. Amikor emberek eljöttek a polgármester hivatalba, most személyesen engem kerestek, vagy pedig bármelyik munkatársukat, és kérést nyújtottak be, hogy ők kapjanak valamilyen támogatást. Na most ezt egy ilyen szabályzat, keretszabályzat hiával nem lehet megtenni, tehát a polgármester nem adhat senkinek, ugye a polgármester a tanács által jóváhagyott költségvetés keretből gazdálkodik. Erre nem volt eddig elkülönítve. Fennállott néhány olyan helyzet, amikor leégett egy ház, leégett részlegesen egy ház, illetve olyan haláleset történt, amikor nem volt, aki eltemesse a halottat gyakorlatilag, vagy pedig gyakorlatilag egyedül hagyta a rokonsága azt az embert, aki hónapokon keresztül a kórházban volt, de ott sem lehet élete végéig, hiszen az gyógyítással foglalkozik, és a gyógyíráson túl ezzel az emberrel valamit kell kezdeni. És éppen ezért adtisztük a munkatársainkkal a keretszabályokat, hogy miket lehet, és elkészítettünk egy olyan javaslatot, amit körbeküldtünk, és a frakcióvezetőkkel történt tegnapi ülés nyomán még tovább finomítottuk, és megkapta mindenki ma az újabb változatot, tehát volt néhány dolog, amit kivettünk belőle. Én ezt átolvasnám azért, hogy lássuk a konkrét eseteket és bárki hozzászólását, illetve hogy a keretösszeg legmagasabb szintjén lévő összeget is javasolnám megszavazni. A konkrét kiutalás az összetek úgy történik, hogy amikor megvan ez a keretösszeg, akkor ha egy fizikai személy kéréssel fordul az önkormányzathoz, akkor az az illetékes osztály az önkormányzatnak, tegyük fel a szociális iroda vagy a fejlesztési iroda, amelyiknek a hatáskörébe tartozik, megvizsgálja, és egy referátummal elvizsgálja, és akkor a polgármester rendelettel utalja ki azt az összeget, amely a keret szabályoknak megfelel, a keret összeget nem haladja meg, és arra a célra kiutalható. Tehát, hogyha egy, nem tudom, hogy hogy mondjam, ne legyek kegyeletsértő, de ha egy gazdátlan holttestet találunk a város területén, akkor az a mi kötelességünk eltemetni, attól függetlenül, hogy ki az, hogyha nem tudjuk nyilván bebizonyítani, hogy máshol tartozik. Ennek a keretösszegét 3000-ben javaslom meghatározni. Olyan személy elhunyta, akinek nem jelentkezik, nem beazonosítható rokon, szintén 3000 lej. Akkor olyan személy, aki nem rendelkezik rokonnal és nagyon súlyos vagy pedig halmozottan hátrányos fogyatékkal rendelkezik, 1500 lej, ugye ezek nyilvántartásban vannak véve, és ők eleve is kapnak egy havi összeget.
akkor egy külföldön elhunyt személy holttestének a hazaszállítása Barótra, 3000 lejes támogatás. Egy árván maradt gyereknek az ideiglenes elhelyezésének a támogatása egy olyan családnál, amely befogadja addig, amíg az intézmény rendszerben nem lehet tenni egy maximum 3000 lejes támogatás. Akkor egy családja által elhagyott, kitagadott személynek az integrálása egy olyan otthonban, ahol ilyen személyekkel foglalkoznak, egy 1000 lejes gyógysegély. Olyan gyerekek, olyan személyek, amelyek házon, családon belüli agressziónak estek áldozatul, egy gyógysegély elhelyezni addig, amíg az ő sorsukat is meg tudja oldani a szociális rendszer, 1000 lej. Olyan személyeknek a támogatása, akik sürgősségi szervátültetést átessenek, vagy pedig balesetet szenvedtek 3000 lejes plafonnal. Olyan orvosi segédeszközök beszerzésének a támogatása, amelyet nem tudnak beszerezni más forrás, másképpen is nem tudnak más forrásból támogatást szerezni le a 3000 lej eseti támogatás. Egy személynek a kései bejegyzés, egy személy születésének a kései bejegyzés az anyakönyvbe, és azoknak a költségeknek fedezése, amely például egy kórház, vagy pedig egy másik település anyakönyvi hivatala között kell elvégezni 500 lejes keretösszegben. Akkor olyan személy megsegítése, aki súlyos vagy halmozottan hátrányos fogyatékkal rendelkezik, és egy hagyatékot kell lejárasson, hogy az alapvető mozdulatokat tudja megtenni, ennek 2000 lejes támogatása. Egy olyan bérnek az eseti kifizetése, amikor valaki egy felnőtt, de a képességének a tulajdonában lévő személy sürgősségi esettel ki kell béreljen egy lakást, hogy meghúzza magát addig, amíg rendeződik a helyzete, illetve családhoz kerül, vagy pedig más forrásból tud megoldást keríteni erre eseti 800 lejes támogatással. Tűzkárt, viharkárt és más olyan Wismayer esetet szenvedett személyeknek a megtámogatása, amelyek a lakóház teljes vagy pedig jelentős tönkretételével jártak, 5000 lejes támogatási keret esetében. Mindenütt oda van írva, hogy ezeket a támogatásokat akkor lehet odaadni, amennyiben bizonyos feltételeknek eleget tesznek a személyek, tehát itt elsősorban a személy és a család jövedelméről van szó, tehát egy bizonyos plafon alatti kell legyen az a jövedelem, hogy megkaphassák ezeket a támogatásokat, és hogyha például szociális kockázatnak van kitéve, vagy egy imminens agresszió veszélynek van kitéve, tegyük fel egy olyan nő vagy gyerek, akit bántalmazott a férj, vagy épp fordítva egy olyan férj, akit bántalmazott a felesége az elmúlt időben, és nem tudja másképpen megoldani. És a határozat tervezet további mellékletében le vannak írva ezek az esetek. Most konkrétan ebben a pillanatban is vannak olyan esetek, amelyek ide tartoztak, és nem tudtunk segítséget nyújtani, de meg tudtuk oldani más forrásból. Ez azt jelenti, hogy mindenki, aki benyújtja a kérés számolatlanul a városköltségvetéséből támogatjuk, mert ezt nem tehetjük meg, hanem utána nézünk minden egyes esetnek a szociális osztás segítségével, hogy a szociális archívot elkészítjük, a dokumentumokat bekérjük, viszont vannak olyan helyzetek, amikor tényleg az segít, aki gyorsan segít, egy ház megsemmisülése, egy előreláthatatlan baleset, hirtelen segítsége olyan helyzetek, amelyeket szerintem az önkormányzat a méltányosság és az etika szellemében kell támogasson. Ezek egyszeri alkalmat jelentenek, tehát egy ember, egy eset, egy támogatást csak egyetlen egyszer kaphat meg egy esztendőben, és a szabályzatban azt javasoltuk, hogy maximum két típusú támogatást kaphat. Tehát tegyük fel, hogyha valakinek lég a háza, de ugyanakkor szervátültetése is szorul, akkor mind a kettő megtámogatható ennek az összegnek a keretében. Én személyesen nagyon remélem, hogy ezekre vagy nem kerülső, vagy minél kisebb arányban, hiszen hogyha sok esetünk van, azt szerint, hogy a társadalmunkkal
egyrészt valami gond van, másrészt pedig a felállított rendszerek, az informálisak is, tehát a közösségiek, és a formálisak is, tehát a társadalmiak nem működnek úgy, hogy ezeket gyorsan felfedezzék és tudják a saját maguk során rendezni. Köszönöm szépen. Kérdezném az Egyesztett Bizottságot egy tárgyalatát a napirendi pontot. A szakbizottság a napirendi pontot megtárgyalt és elfogadásra javasolja, hogy megengedi elnök akkor így egészíteni a mondandómat egy kicsit. Azon túl, hogy az előterjesztő alaposan megragadta és átnézteti a törvényeket, hogy mi alapján lehet ezt odaítélni. A frakcióvezetők is a polgármesterből a tényleg is lejöttek frakcióba és megtárgyaltuk, de én még mindig úgy érzem, hogyha megengedik, hogy a 8-as pont az még mindig erősen általános lett. Hát ebben azt mondja, hogy tehát szerver átültetés és balesetek. És azok a dokumentumok, vagy valami, azok a kondíciók, amik oda, ami alapján oda ítélheti ez az összeg, eléggé megengedik. Én úgy érzem, hogy ez az accident, ez kicsit kellene még valami féleképpen árnolni, vagy pontosítani, mert accident az is, hogyha egy kimegs elesek, és a kezemet nem is töröm el, ha kicsit valami bajom lesz, akkor majd jövök a polgármester hivatalhoz gyors segélyért, ami ez a, hogy most le van írva, megfelel, tehát adható is. Én úgy gondolom, hogy az például ez az esetet nem igazán lenne szüksége erre, úgyhogy ha kérdem a tanácsot, hogyha ők is így gondolják, hogy így van, akkor lehet elérve, de nem alatt. Igaza van a frakcióvezető úrnak, tehát valóban egy nagyon széles skálát fedez. Esetleg, hogyha tudnám úgy átfogalmazni, és itt a jogászok segítséget is kérem, hogy olyan baleset, amely vagy fogyatékhoz vezet, vagy pedig egy olyan fajta munkaképtelenséget, ha időleges is, mert időleges munkaképtelenség akár hónapokra is kiterjedhet, okoz, hogy az ember egy nagyon belátható időn belül, pár napon belül, héten belül nem tudja folytatni azt a tevékenységet, aminek ugye eredményeképpen jövedelme lesz, és akkor saját magát fent tudja tartani. Tehát, hogy próbáljuk így finomítani, hogy munkából való kiesés húzamos, megadhatunk egy akár egy időt is, ugye, hogy az orvosi látleletben azért, ha jól tudom, de üsítsenek meg, akik ilyet többször láttak, hogy benne van, hogy egy adott időre konstatál egyfajta munkaképtelenséget, vagy pedig korlátozott munkavégzést. Vagy pedig, hogyha fogyatékhoz vezet, akkor az egyértelmű, hogy megállapítja egy adott bizottság, hogy egy olyan fogyatékos helyzet állt elő, amikor tényleg nem tudja saját magát fenntartani. Hogyan tudnám így finomítani? A fogyatékokat, azt egy bizottság alapítja meg a megyén, és ha az sürgősségi segély, akkor sehogy. Tehát ki alapítja meg, ki lesz az, aki megállapítja, hogy ez most fogyatékhoz vezet. Tehát ez nagyon... Akkor kérdezzek, hogy ha van többnél egy baleset, és olyan típusú természetesen, hogy nem hozzánk jön, hanem egyszer kórházba kerüljön, tehát azt tekintetjük igazából, hogy orvos elé kerül. Az orvos milyen típusú olyan igazolást vagy dokumentumot állapít, vagy állít ki, amelynek az alapján mi ezt a besorolást meg tudnánk tenni? Vagy ki állít első fázisban egyáltalán ilyet? Tehát kényes, tehát nehezen megfogalmazható, de azért mondom, hogy még gondolkozzunk folyta, mert tehát mondom, egy szimpla kéztöréssel a biztosítós ad 3000 lájkot, pedig a tanácsnak fognak adni 3000 lájkot. Tehát azért egy kicsit aranytalan dolog, tehát így ebben megfogalmazom, azért mondom azt, hogy... Hát van, kérdésző, pontosítva a lehet egy javaslatom, akkor tehát legyen úgy, hogy transzparente organe, accidente grave, care urmează incapacitate temporară de muncă, tehát valami csak, valami ezt közül meg... Észtem is oda vezetem, az is. Hát is. Az is incapacitate temporară. Rájuk ezt, azért kérem a kollégát, hogy észtörésem, én nekem nem adtak igazolást, hogy ez most hány napot, vagy bocsánat, lábtörésem, nem igazolták, hogy ez hány napot igényel, azt mondták, 4 hónapot rajta lesz, vagy 4 hetet rajta lesz a gipsz. Ja, egyébként... gipsz, tehát akkor én jártam azzal munkába, tehát nem ástam ki a munkába, mert járó gipszel beszállítottak, úgyhogy nem is írta sehol, hogy az mennyit igényelnek, csak mondtam egy példát, hogy lehessen ebből elindulni. Még olyan kérdésem lenne, hogy ha mondjuk egy személy
így a, ugye, Gyuszi Debrecenberrel. Az a kérdésem, hogy ezt ki fogja megítélni, tehát, hogy kihez fogod, amit a polgármester úr fogja megkeresni, minket valakit fog megkeresni, vagy egy szociális irodával fog valakit megkeresni? Már én akkor azt mondom, hogy azon a legtisztább, hogy az, aki ítéli meg ezt, az a bizottság, vagy az a csoportosuló hasonló, azokkal kéne ezt már lesznek viszonyítási alapok biztosaiban. Tehát egy biztosító, egy magánbiztosító, az fizet. Tehát biztos, hogy elkarcom az önöket, és fizet. Erre van erre példa. Kificamodik a bokát, fizet. Csak a bizottság a határozat alapján a Tehát az előterjesztésben orvosi papírokat és a család jövedelmét igazoló papírokat kér az előterjesztés. Azt nézem, hogy a többi mellékletben tudom, hogy szóvalhoznak. Hát, hogyha megnézzünk egy biztosítást, akkor ott az elég hosszasan van, és elég kis betűkkel van taglalva, hogy kinek jár egy ilyesmi. Úgyhogy ez most nekünk nehéz lesz két perc alatt megfogalmazni, hogy ott lesz kinek jár, kinek nem jár. Én zsettő félek. Ezt ne felejtjük el, hogy egy biztosítás esetén te alapul hozzájárulsz ahhoz már előzetesen. Hát más dolog, hogy egyáltalán kellene eljátani, de persze olyan esetekről beszélünk, mikor tényleg szükséges. Tehát úgy ítéli meg a közösség, hogy a közebb embereink kell segíteni. Hát lehetne ez tüntetése, hogy vissza kell fizesse, amennyiben. Ezzel az egy fonta, vagy egy 8-as, ahogy mondok, hogy hogy nem megfelelődik. A transplanter oldal, és az abcsinált egyenlően vegyük ki, hogy szavazzuk le, hogy akinek problémájában haladjon, és akkor azt majd utólag be lehet tenni oda a 8-as pontba, amikor megtartalódik és le, szögeződik, hogy mi az oda. Igen, tehát ezt megmondhatjuk, hogy akkor kivesszük valamit, csak azt mondjuk, az abcsinált vegyük ki, csak azt mondjuk, hogy az ott van, és akkor ez majd utólag egy tanácsülésen visszatérvegyük, amit a letisztázódik. Tehát, hogyha látjuk, hogy az élet kiét, hogy ezt a típusú támogatást, akkor visszatérvegyük. Azért, hogy nem szavazódik le a dolog, akkor azok a bajték már ugye a szarra vannak sorba, azok is még dolog. Tehát egy javaslat, hogyha lehetnem, tehát én is ezt a változatot akartam mondani, hogy kerüljünk ide, de a polgármester megoldotta ezt. Tehát egy olyan javaslat szerintem, vagy a javaslatom az lenne egy olyan irányba elmenni, hogy megnézni egy átlag biztosítás, hogy az mit takar, és azokat az eseteket, amelyeket egy ilyen átlag biztosítás, amelyeket megköthetett volna az ember, hogyha azt nem fedezi, akkor abban az esetben adhat ilyesmi. Tehát ez lenne egy olyan, amelyik kell arra egyszerűen meg lehet fogalmazni, és magunk ez viszonyítani. De egyébként a javaslatom nekem is az, hogy akkor ezt a pontot visszegyük. Kivesszük, marad csak a szervát ültetés, a szervát ültetés, és az életet is visszaadjuk, és megnézzük akkor. És akkor úgy lesz az, ez a javaslat. Köszönjük szépen. Háromszög bizottságot is megkérdezzük. Hát a háromszög bizottságban is tárgyaltuk, és akkor ezzel a módosítással gondolom, akkor javasoljuk elfogadásra. Köszönjük szépen. Valakinek kérdése hozzászólása a napirendi ponthoz. Csak annyit, hogy tehát akkor jól értettem, hogy például, hogyha két személynek is leég a ház, akkor mind a kettő megkaphatja az összegét. Tehát egyetlen egy személy csak egyszer kaphatja meg, de viszont ha ötnek ég le a háza, az év alatt öt alkalommal, mind az öt megkaphatja azt a kellett összeget. Hát, hogy a különböző embereknek különböző háza éved, de akkor igen. Mondtam, hogy csak nem egy összeg, tehát egy 3000 lej van. Jó, mert hogy csak egy tűz esetet egy év alatt? Igen, nem. Akkor amány kérdezik. Ha leég, Isten őriz. Tőlem, számoltam is akarom mondani, mindenki kérhetne. Mindenkinek a saját kérdésre. Mert el már nem haladja hozzá. Igen, hát valami az a tűzeset. Az esett a tűzeset, és ott még mondott társadalmat. Köszönjük szépen. Még egy olyan kérdésem, hogy abban az esetben, amennyiben nehogy Isten tényleg több igénylés, több ágazatból érkezik, költségvetésileg erre elkülönített összeg lesz, vagy az aktuális lehetőség szerint?
De nem tudok erre válaszolni, tehát most a keretszabályzatot kéne megszavazni, és akkor meglátjuk. Nem volt sok kérés, tehát igazából eddig a pillanatig ebben az esztendőben, de tavaly három kérés érkezett be, két tüzeset, és lett volna egy olyan személy, akit el kellett volna helyezni, tehát hónapokig a kórházban volt, de azt is az egyik kedves kolléganőm úgy megoldotta, hogy igazából nekünk nem is került pénzbe, de tudjuk, hogy ez viszont nehéz volt. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy néhány csomag pelenkát kellett volna venni átmenetileg, amit A-ból elviszünk B-be, és ott kezd lakni, egy ruhát, egy szállítás költséget megoldani. Tehát nem azt jelenti, hogy nagyon sok fejhamozott dosszié van. Az égető dolog az a két dosszié, ami a Dózsa téren leégett, és tényleg szeretnénk is segíteni rajtuk, hiszen fedélvékű maradtak. Én annak fényében, hogy ez eddig ugye nem volt ilyen keretben megfogalmazva, és nem volt ennyire publikálva, de most ettől arra fele ugye ezt az emberek közt eltelhetnek, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy majd esetleg, ha tényleg több igénylés érkezik, akkor hogy lesz erre? Az a objektív kritériumok, ezt előre nem lehet prognozálni, tehát ha azt nézzük, a hat településen szokott lenni 2-3-4 tüzeset egy esztendőben. Ez érint lakóházat, érint gazdasági épületet, de ennél több szerencsére nem szokott lenni. Az se jellemző, hogy gyakran kapjunk mondjuk úgymond gazdátlan holttestet, és legyünk beazonosítani, viszont előfordul. Tehát a tavaly volt egy ilyen, hogy rokonok, mindenki azt mondta, hogy nekem semmi közöm, és nem akarták eltemetni. Végül megoldódott, csak picit kellemetlen volt, mert hogy segíteni nem tudtam volna, pont egy hétvégén is történt ennek a keretszabályzatnak a hiányában. Hogy mennyi jelenkező lesz, ezt megbecsülni nem tudom, ezt olyan utólag tudjuk egy év múlva levonni a következtetést, és akkor tudunk szűkíteni a kereteken, bővíteni, bármit tudunk tenni, de most elindulunk első lépésben ezekkel a dolgokkal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Költségvetésben egy minimális összeget előrajzunk, és itt a kérdők, akkor kiegészítjük, ha pedig nem akarok, hogy rossz nagyon, majd később egyébként a technikailag Egyébként tehát ennek van az előterjesztésé, már benne az irodalom rengeteget vitáztunk a kolléganőkvel, aki összeállította, megpróbáltuk gyakorlatba ütetni, hogy na mondjuk van egy ilyen eset, akkor hogy oldanánk meg. Én azt mondom, hogy valószínű, hogy ahogy kezdünk vele dolgozni, még előbukkanhat olyan, hogy meg kell módosítani a határozatot, végül kibővíteni, de akkor majd ezt elterjeszteni, hogy véletlenül szükség lesz rá. Köszönöm. Még valakinek kérdése, ha pedig nincs, akkor megkérem szavazzunk. Ki van mellette, hogy nem pirányzik pontot elmondott, hogy megbeszélt ki. Ezzel a módosítással. Ezzel a módosítással. Köszönöm szépen, ha megkérem szépen a polgármesterünket, hogy mutassák a következő pirányzik pontot. A következő napirendi pontban visszatérünk egy olyan problémára, amit az elmúlt hónapokban már tárgyaltunk. Az 50-es számú idei tanácshatározatunkkal az önkormányzat igazolta, hogy a Vágóhíd területe, a régi Vágóhíd területe az alsó Annelit önkház mögött a városnak a magánvagyonához tartozik. Ezt az illető topográfus dokumentációba belefoglaltuk a határozatot és elküldtük, viszont sajnálatos módon a kataszter, a telekkönyv, bocsánat, visszautasította az épületre való tulajdonjogi bejegyzést, azzal indokolva, hogy az épületet ugyan bemutattuk, hogy hozzánk tartozik, de a területet nem. És akkor ez volna a területet. A területet igazoltuk, az épületet nem, és akkor visszatérünk erre, tehát ennek a tanácshatároznak a keretében javaslom, hogy vonjuk vissza az 50-es határozatot, és terjesztettem elő, amely egyaránt igazolja, hogy a város magánvagyonához tartozik a Vágóhíd épülete is, és a körülötte lévő telek is. Körbe teljesen be van telekkönyvezve az egész, már az utca is be van telekkönyvezve, amely az Annelit önkház mellett bemegy, csak magát ezt a kis 720 négyzetméteres telket az épülettel kellene, egyszerűen csak erről van szó, tehát kérem tisztelettel támogassanak javaslatukkal. Köszönjük szépen, kérdezem kettőt, csak annyival elkészíteni ki, hogy azért szól csak a területről, mert az épület könyvelőségben már szerepelt értékkel, nagyon régtől, de semmilyen olyan oktat, hogy az hogy került át hozzánk, nem volt. És akkor azért, hogy tudjuk betelekönyvelni, most akkor a határozatot újból határozunk.
csak nem került elő más igazolók. Köszönjük szépen. Kérdezem kettős szakbizottsági tárgyalatát a napi rendben. A szakbizottság tárgyalat és átadásra javasoljuk. Köszönjük szépen. Valakinek kérdése, hozzászólás a napi rendi ponthoz? Ha pedig nincs, akkor megkérdezem, hogy szavazzunk. Ki van mellett, hogy a napi rendi pontot elfogadjuk? Köszönjük szépen. És akkor megkérném szépen a polgármesteret, hogy mutassa meg a 8-as napi rendi pontunkat. A 8-as napi rendi pontunkban javaslom, hogy határozott meg azokat a követelményeket, azt a dokumentációt hagyja jóvá az önkormányzat, amelyel bérbe adnánk egy 42,24 négyzetméteres helyiséget a 24.907-es telekönyvben bejegyzett ingatlanból, amely a rendőrség háta mögött található, háttal az új sornak, és amelynek az új sor felé való részében van egy üres ingatlan, érkezett kérés, hogy valaki ki szeretné venni üzlethelyiségnek, és én támogatom ezt, hogy tudjuk hasznosítani magát a helyiséget. Egy felértékelést is elvégezett a bizottság, 208,66 lehetően havi összegbe állapította meg azt a bért, amely arra az épület helyiségre kérhető, egy elég elhanyagolt állapotban lévő helyiségről van szó szóval ebben a pillanatban. A kérvényező, amennyiben nyilván ő lesz a bérlő is, vállalta, hogy ezt feljavítja, és ott egy gazdasági tevékenységet, egy üzlethelyiséget elindít. Én tisztelettel az elfogadást. Köszönjük szépen. Kérdezném az egyes szakbizottságot, hogy tárgyaltak a napi rendi pontot. A szakbizottság megtárgyalt és elfogadás javaslatot adott felül. Köszönjük szépen. Ugyancsak kérdezném a kettős szakbizottság is megtárgyalt és elfogadás javaslatot. Köszönjük szépen. Valakinek kérdése, hozzászólása? Nem csak egy kérdésem, hogy meg van alapítva a bérnek az összege, és a bérlő felújítana, az leütődik a bérből, vagy az azon kívül van? Tehát a bér az bér. A dokumentációban úgy szeretném, hogy az összeg az leütődik, mert hogy nagyon sok munka van vele. Igazából az adógármester nem tudom beszélni, mert ő ismeri ezt átmenetben a rögtárhelyiségnek használható az önkormányzat. Viszont ezt nem jobban tudnánk. Hát a volt paratékum is műhely. Tudom. Na tehát nagyon rossz állapotban van, úgy kívül, mint belül, úgyhogy sok munka kell rátenni, hogy abból egy üzletelésén nagyon biztos. Köszönjük szépen. Lehet tudni, hogy ki az igényvés. De ez a kérés. Tehát ugye mindig úgy van, hogy amikor van egy véleti vagy koncesziós érkezik egy kérést, akkor megvizsgáljuk és kiírjuk, de ez nem azt jelenti, hogy ő kapja meg, azt jelenti, hogy ki lesz írva is, aki. Ez egy nyílt verseny, természetesen másképpen nem lehet. Lehet ő, lehet más. A kéréssel ő jött. És mire szeretnél ezt nem? Tehát, hogy ezt nem fogok foglalkozni? Üzlethelyiség. 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 Ennél nem tudok többet. Köszönöm. Köszönjük. Más valakinek a kérdése? Ha pedig nincs, akkor megkérdezünk szavazzunk, ki van mellett, hogy a napi rendi pontot elfogadjuk. Köszönjük szépen. Megkérném szépen a polgármester mutassa be a 9-es napi rendi pontunkat. A 9-es napi rendi pontban arra kérem az önkormányzatot, hogy támogassa, hogy a kukás autót eladjuk, hagyja jóvá ennek az értékbecslését, és azt a dokumentációt, amely ennek az eladásnak az értelmében, érdekében volt összeállítva. Az arról már volt szó korábban, hogy ezt eladjuk és elindítottuk a folyamatot, volt róla beszélve a tanácsban is, és az Ebo-Sepsi Közösség Közötti Fejlesztési Egyesület is határozatot hozott. Ugye oda volt adva a Barót részéről egy delegációs szerződésbe, ez az autó, valamint a 14 hulladék sziget, a Tega RT-nek, ezt visszavontuk. És akkor megérkezett az Ekosepsinek is a határozata, tehát el lehet adni. Az értékbecslés 73.300-ért állapított meg a kukásautóról, egy azt hiszem, 13 éves járműről van szó. És akkor ez a kiinduló ár, amely a dokumentációban szerepel. Az ár, mint tudjuk mindannyian, az volt, hogy a kukásautó, amelyre nekünk igazából, mint várost mi szükségünk, hiszen azt úgyis a Tega működtetés a szemetet elhordja, helyébe ezt az árat is bekótolva vásároljunk egy olyan szennyiszippantót és csatorna csőtisztító autót,
amely a mi szolgáltatásunkat javítja, ez meg is történt, tehát gyakorlatilag, hogyha ez az előadás meg sikerül, akkor annak a járműnek, amelyet beszereztünk és amely műszakilag megfelelőképpen működik, az árát fogjuk részfinanszírozni belőle. Köszönjük szépen! Kérdezném az egyes szakbizottságot, ahol tartott a napirendi pontot. Szakbizottság megtartott és elfogadási javaslat. Tehát kérdezném, hogy csak is megtartott és elfogadási javaslat. Köszönjük szépen! Valakinek kérdés a hozzászólás a napirendi ponthoz? Ha pedig nincs, akkor megkérem, hogy szavazzunk. Ki van mellett a napirendi pontnak az elfogadása? Köszönjük szépen! Akkor megkérdem a polgárosok, hogy tízes napirendi pontunkat. A tízes napirendi pont azért került fel az idei ennek a tanácsülésnek a programjára, mivel az Aquakov Közösségfejlesztési Közösségi Egyesületben benne vagyunk, és Kovászna megyéből két másik önkormányzat jelentkezett, hogy szeretne tagja lenni, Zágon és Dálnok, és a tagok kell szavazzanak arról, hogy beveszik-e ezt a két újabb önkormányzatot, ezért kérem tisztelettel, hogy adjanak nekem egy olyan mandátumot, hogy képviselhessem a várost, illetve hogy szavazhassak amellett, hogy Zágon és Dálnok községek is az Aquakovba bekerüljenek. Köszönjük szépen! Kérdezem az egyes szakbizottságot, hogy tárgyalták a napi rendi pontot? Szakbizottság megtárgyalt is a fundásokat. Köszönjük szépen! Valakinek kérdése az hozzászólás a napi rendi ponthoz? Pedig nincs, akkor megkérdezem, hogy szavazzunk. Ki van mellett a napi rendi pontnak az elfogadását? Köszönjük szépen! Ha megkérdezem, hogy polgárosan mutassa be a 11-es napi rendi pontunkat. A 11-es napi rendi pont keretében egy olyan kivitelezési szerződés odaítélési dokumentációját szeretném, hogyha önök jóvá hagynák, amely felső rákos kanalizálásának az első szakaszára vonatkozik. Mint a múlt tanácsülésen ismertettem, a Szalinyi program keretében egy kisebb összeget, 987 ezerért nyertünk felső rákosi szennyvíz beruházásra. A tavaly novemberi költségvetés szerint a projekt összköltségvetése 8 millió lejjebből szűk 1 milliót nyertünk meg, és az év elején még a költségvetésünkben 300 ezerért tettünk félre, tehát durván egy 1 millió 300 ezerért összeg áll a rendelkezésünkre, hogy felső rákoson a kanalizálásnak nekifogjuk. És ezt elválasztjuk két felé, tehát az első szakaszakhoz célozza csak a felsőrákosi főutcát, azért, hogy tudjuk lehelyezni oda a szennyvízrendszert, és tudjuk kivinni két oldalt a mellékutcába az első aknáig, azért, hogy a meglévő penedelés szerződésünkből a DC38-as községi út felsőrákosi főutcára első szakaszát tudjuk leaszfaltozni. Gyorsan kellene lépjünk, a műszaki tervünk már korábban készen volt, úgyhogy készen állunk a megvizsgálásra, és akkor ezt szeretném, hogyha jóvá hagynánk, 1.360.000 lej plusz áfa a becsült értéke a webházásnak a novemberi devíz szerint, és ezzel elindítjuk, hogyha nem kerül rá véletlenül kivitelező, akkor sajnos vissza kell térjük, újra kell revalváljuk a költségvetést, és akkor újra ki kell írjuk, ezt előre bocsátom, hiszen az elmúlt november óta több olyan mozgást következett be a piacon, amely sajnos ezeket a költségvetéseket nagyon bizonytalanná tette. De azért, hogy tudjunk gyorsan lépni, hogy az árak sem menjenek fönnebb, és tudjuk elvégezni fölötte a kanalizálás fölött az utaszfaltozását, ezért kérem tisztelettel, hogy ennek a licitnek a dokumentációját adják jóvá. Reményeink szerint szeptember folyamán megkötjük a szerződést, és utána neki is látunk és elvégezzük azt a munkát, ami ebben az egyes szakaszban esedékes. Köszönöm szépen, polgármester úr. Kérdezném az egyes szakbizottságot, hogy tárgyalták a napi rendi pontot. Szakbizottság megtárgyalt és elfogadásra javasolja. Köszönjük szépen, kérdezném, hogy csak a kettős szakbizottságot. Megtárgyalt és elfogadásra javasolja. Köszönjük szépen. Valakinek kérdése, hozzászólása a napi rendi ponthoz. Tehát nekem van itt egy pár kérdésem programmester úrhoz. Az egyik kérdésem az, hogy ez a penedelés program, milyen, amelyik tudomosan az AGS alján indul. Tehát a penedelés programokat, ahogy értettem, tehát talán év végig le kellene zárni. Az idén év végig. Most az a kérdésem nekem, hogyha nekifogunk mostanában, tehát még nem is vagyunk nekifogos a munkálatban. Az, hogyha nekifogunk még szeptemberben, és akkor kezdem dolgozni szeptember közepén, mikor az emberek, tehát ahhoz, hogy mi le is aszfaltozzuk, az később nekünk, mert én megnéztem a tárvát, a műszaki tárv azt írja, hogy tehát ők, akik csinálják, beleteszik a cseveket, azok le is kell aszfaltozzák az egészet. Tehát így van benne a tárva.
Tehát az a csőráncszer, tehát az útnak a közepén fog elmenni, az később annyira visszatömörül, hogy nekünk az új aszfaltot arra teszik december végéig, már el kéne tegyünk ahhoz, hogy nagyoslag elveszítsük az aszfaltozást, akkor az nem fog nekünk ott később beszakadni, hogy fogják megtömöríteni. Tehát ez elég egy gyors munka, hogy lesz nem tudom milyen minőségű lesz ahhoz, hogy nekünk az útunk egy évből lefogjon szállott a középen, vagy lámegy a cső, mert úgy néztem az a műszaki tárba, de azt írja, hogy az út szélünk egy méter elmenjen a sansztól. Tehát most a sanszokat is akkor le van fejtelezve, azt is fel kell tűrni. Azt is megint újra kell csináljuk. Nem tudom, hogy az mennyire időben, mennyire férünk bele az egészben. Nem tudom, Bogás, hogy gondolja, abban bele fogunk-e férni, hogy végén útunk se lesz, tehát úgy marad az egész. Állat nagyon nagy. Ezek a közvetházások alapvető kérdéseihez tartoznak valóban, és természetesen kitértek. Tehát amit nem tudunk csinálni egy, hogy az idő kerekét visszatérjük. Tehát, hogyha az előző önkormányzat keretében így lett volna elképzelve, hogy a vizet és a szennyvizet megpályázzák egyben, akkor mind a kettőn túl lennénk, át volna véges rendben fejezve. De hogyha nem történt meg ez a stratégiai gondolkodás, akkor gyakorlatilag közbe kell lépjünk, és szerencsénk van, hogy a falu között csak a sáncok vannak elkészülve, hiszen az aszfalthoz nem volt hozzá nyúlva, az aszfalt gyakorlatilag az az aszfalt, amit korábban a saját költségvetésből terített rá az önkormányzat. Tehát csak a sáncok azok, amelyeknél keresztbe el kell vágni, ez valóban el kell vágni, de én azt mondom, hogy mivel az aszfaltozás után van egy garancia, az alatt nem illik hozzányúlni, és akkor, hogy a felsőlátosi nép ne legyen megfosztva attól a lehetőségtől, hogy a szennyvizét el tudja vezetni valahova, most kellett lépni. Jó lett volna mondani, még egyszer kihangsúlyozom, nagyon sok projekt volt elkészítve, csak ebben a megyében is, amely párhuzamosan vizet és szennyvizet tárgyalt, és azért már rég túl vannak elfelejtették, és akkor most foglalkozhatnak az aszfaltozással. Ez volt az utolsó pillanat, amikor be lehet jönni. Hogyha megtörtént volna az aszfaltozás, akkor el van felállítva, és felsőrangosnak szennyvize a következő évtizedben nem lehet. Ez egy olyan lehetőség, amelyel be tudjuk szúrni, de valóban a határidők azok rázósak. Na most mi az én tapasztalatom? Valóban a Benedeli 2 ből az összeszerződés országszinten ennek az évnek a végén van meghosszabbítva. Eredetileg 2020 végén kellett volna az egészet elvégezni, a minisztérium pedig hivatalból, tehát mindenfajta kérés nélkül, hivatalból az egész ország meghosszabbította ezeket a szerződéseket. Én úgy gondolom, és még ismerek egy új pár Benedeli szerződést, hogy ennek az évnek a végén még nagyon sok szerződés nem lesz végrehajtva a Benedeli 2. Nagyon-nagyon sok. Egy, kettő, ebben a pillanatban úgy néz ki, hogy ha végre lenne hajtva, akkor egész biztosan nem volna mindől kifizetni, mert a költségvetésben a kormánynak nincs annyi pénze, hogyha az egészet decemberig megcsinálják, akkor ő ki is fizesse. Úgy gondolom, de ezt nem tudom igazolni semmilyen törvényen vagy jogszabályon, hogy a Benedeli szerződések határidejét meg fogják hosszabbítani. De nem erre kellene válni. Ezt a licitet korábban nem tudtuk megtartani, azért, mert hogy finanszírozást nem tudtunk rá nyerni. Tehát nekünk volt 300 ezer lej, de az áfával együtt 1 millió 700 ezer lejbe került. Most az 1 millió 700 ezer lejből a költségvetési becslés szerint, tehát a tervező szerint, nekünk ebben a pillanatban a berevelés projekten együtt van, vagy a szalint projekten együtt van 1 millió 300 ezer lej. Tehát még így is, van egy körülbelül 460 ezer lejes olyan összeg, amit ebben a pillanatban nem látunk. Viszont már van annyi, amivel jogosan nekifoghatunk, és hát ha a licitnek egy olyan eredménye jön ki, amelyben némi költségvetés megtakarítást is el tudunk írni. De ezt előre nem lehet van. Lehet, hogy elég se lesz, lehet, hogy nem jelentkezik senki azért, mert nem elég ez a pénz, lehet, hogy több jelentkezést tesz, és mondjuk 10 vagy 15%-kal olcsóban elviszik a licitet. Ezt nem lehet van. Tehát az aggályok azok helyesek, de ezekre választ adni nem lehet. Azért nem lehet adni, mert hogy nem tudjuk, hogy a licitet mikor fejezzük be. Ezért mondtam, hogy szeptember folyamán. Tudom, hogy ez sokkal rosszabb, mint márciusban, de márciusban nekünk még semmi lehetőségünk sem volt előre látni azt, hogy tudunk munkát végezni. A másik, hogy műszakilag, ez már műszaki kérdés a következő, hogy műszakilag hogyan lehet megoldani, hogy a frissen lefektetett víz és szennyvízvezeték fölé kerülhessen az fel. Na most az eddigi tapasztalataim és hát több tíz ilyen projektet lemenedzsértem a polgármesterségem előtt 12 esztendőben, azt mutatta, hogy két típusú tömörödést használnak a kivitelezők. Az egyik, amit a természet végez el, és a másik, amit le van írva, és meg van ajánlva, és meg kell csinálni a projekt keretében.
Mi az utóbbira fogunk ráállítani? Tehát a probléma ott adódik, amikor kiássák a szennyvíz vezetéket, és ugye, mivel nem nyomás alatt lévő vezetékről van szó, hanem gravitációs sól, a víztől eltérően ezek sokkal mélyebb és szélesebb vezetékek. Tehát a vízvezetékek általában 1,30 m és 90 cm között mennek a földön. Ezt tartják hegyre, fejre, dombra, völgy belemelt, hogy nyomás alatt van. A szennyvízvezetéket, mivel gravitációsan kell, van, amikor 3,5-4 méteres mélységben mennek, és természetesen a szennyvíz vezeték által visszahagyott fő tömörödési problémái sokkal súlyosabb. A procedúrában le van írva, hogy hogy kell tenni, tehát minden egyes esetben a csőre ugyanannyi homokréteg kerül rá, amilyen a cső átmérője, utána az első 30 méteres földrétegnél kell már beállítani a vizet, és kell ezeket kompaktálni. Tudom teljesen biztosan igazolni, hogy a rendesen véghez vitt kompaktálás legalább olyan jó földtömörödést eredményez, mint amilyen a mellette lévő forgatatlan réteg. Tehát lehet úgy tömöríteni. A kérdés az, hogy ezt hogyan csináljuk. Na most ehhez kell nekünk az, hogy mi is, az ellenmérnökünk is, és maga a kivitelezőnek a technikai felelőse is úgy álljon hozzá, hogy tudatában legyen annak, hogy amikor be van fejezve ez a föld alatti munkálat, akkor utána minél hamarabb megkerüljük a felettit is. Még egyszer mondom, ez a probléma azért állott elő, mert korábban ez nem volt stratégiai eltervezve. El lett volna, túl lennénk mindenen, sőt, levonni azt kapcsolatban a felsőváltos utcáért, legalább egy ezt a nyilvánkodat. Nekem csak annyi kérdésem van, hogy körülbelül a programszerűen szerint, tehát ennek a munkának a folytatása mikor lesz egyáltalán? Mert arról azt mondjuk, hogy elveszünk egy kétségetet. Az aszfaltal a két cég, két égi betűnő, tehát a kétség utat nem számolt volni. Hát nem mondom egy előre. Tehát, hogyha majd 10 év múlva lesz, akkor az aszfaltunk is biztos, hogy összekörülhetően a sárság minőségem mi lenne, hogy mondod az aszfaltunknak. Tehát én kicsit képjön azt, hogy ez úgy lefogja a körülíteni, hogy az aszfalt rendesen mondjuk. Tehát én támogatom, hogy valószínűleg biztos, hogy csak olyan lassan alakul. Csak hogyha így is, csak egy csövább felmúlunk két oldalról, és nem lássuk a végig sávon, ahogy a kamerában több feleség van, nem tudom meg ezt. Tehát, hogy mikor lehet ezt folytatni, ezt ebben a pillanatban meg nem mondani nem lehet. Azt tudom, hogy a helyreállítási programnak a Környezetvédelmi Minisztérium által kezelt része magába foglalja több típusú szennyvízrendszer létesítését is. Ezelőtt körülbelül egy hónapban volt egy online konferencia a Tanácsos Barna miniszter úrral, aki úgy jósolta, hogy augusztus végére, szeptember elejére lesznek kiírva azok, és akkor ezt a kettes szakasz természetesen azonnal begyújtjuk oda. Mikor lesz ebből finanszírozás? Mikor kezdődik, azt nem tudom megmondani, de azt tudom, hogy ha megtaláljuk nyárban a kettes szakaszt, akkor legkésőbb 2026. június 30-áig mindent, ami helyreállítási programból van, végre kell hajtani. A konkrét tömörítésnél pedig van egy nagyon egyszerű kritérium, tehát létezik olyan szerkezet, amely a tömörödés mér. És bárki fogja végrehajtani a munkát, amikor leteszi az elszámolást, és azt mondja, hogy ez a szakasz készen van, akkor mi, mivel mi vagyunk érdekeltek, a saját költségvetésünkből egy laboratóriumtól kibéreljük azt a készüléket, elhozzuk, és különböző pontokon ráteszünk. Ha a tömörödésnek az együtthatója megfelel annak, hogy lehet rá aszfaltozni, akkor átveszünk és kifizetjük a szennyvízvezetést, ha pedig nem felel, mert akkor nem veszünk át és nem fizetjük. Igazából csak hogy jól olvastam én azt írja, hogy ők erre aszfaltozol, hogy kell valami, az a cég, amely fogja csinálni, nem tudja csinálni. A sárt. Azt írja, hogy ők... A sárt. A sárt, igen. Na most ez is még a menet közben változik, mert változhat. Tehát azt lehet látni, és itt is lehetett látni Baróton elvégzett szennyvízvezetékeknél is, hogy van, amikor a sáv felvágása még nem is okoz problémát, viszont egy olyan mélységi ásást kell végrehajtani, amely már két oldalról is meggazítja az egész talajt, és akkor lehet, hogy nem elegendő azt a körülbelül 80-90 cm-t visszaaszfaltozni. Ezt megmondani ebben a pillanatban nem lehet, de megvan az a tartalék verzió, amit alkalmaztunk még máshol, mondjuk egy erdővidéki település, például a Kisgaconban, ahol meg volt nyerve az önkormányzat által a DC45-ösre a teljes aszfaltozás, három szakaszban is végeztük a falukon azért nem, hogy megvártuk, amíg bejött a vízeszennyvizes projekt is, betették, és utána egy úgynevezett tervmódosítással, diszpozíciós térrel újra átalakítottuk a tervet, és nem csak azt a sáncot takartuk be, hanem 70 centire felszette a
az aszfaltozásnak a kivitelezője az egész területről, teljes utcaszélességében, teljes utcahosszúságában, a talaj elvitte, és abban a 70 centiben egy teljesen új rétegrendet alakított. Ezek csak lehetőségek. Ebben a pillanatban nem tudjuk, hogy melyikhez fogunk nyúlni, ez csak akkor lehet, amikor a kivitelezőtől átvettük a szennyvizet, és a laboreredmények a kezünkben vannak, amely igazolja, hogy a sánc fölötti rétegnek a tömörödöttsége és a nem bolygatott réteg tömörödöttsége egymáshoz hogy viszonyul, és hogyan viszonyul a projektben előírt paraméterekhez, amely azt mondja, hogy akkor ezzel az alaptól lehet dolgozni tovább a aszfaltozók. Tehát nem lehet több mindent tudni, azt lehet tudni, hogy mint a sakban, hogyha egy ilyen lépés következik, a következő csak az a három lehet. De hogy melyik a három közül, azt nem lehet meg. Köszönjük szépen, Marsalabinek kérdése. Én szeretnék csatlakozni, mint Rákosi képviselő ehhez a történethez. Nem akarom nyújtani nagyon ezt a dolgot, viszont azzal tényleg számolni kell, hogyha ez az átásású, tehát most jelenleg is van a 3-4 átteresz, ami olyan tengelytörő szokott lenni, amit mindig a tanács vissza kell, vagy kavicsolszom, vagy valami, és most lesz még több, tehát hogy így megyünk bele a télbe. Igen. És a sáncok is, a betonozott sáncok is érintve lesznek. Tehát, hogy a tavaszi olvadás meg áradások esetén, ha nem lesz befejezve a munkálat, akkor az a kérdés, hogy vajon mennyire fogja majd állni a sarat ez a dolog. Ezek a kérdések ezek bennem is megvan a természetesen, hiszen a nyár a tél, és a tél nem úgy viselkedik, mint a nyár. De erre csak egy dolgot tudok mondani, hogy az időkerekét nem tudjuk visszafordítani. Tehát, ha ez nem volt megcsinálva korábban, akkor most kell megcsinálni. Akkor kell megcsinálni, mielőtt az utat aszfaltoznak. Tehát Felsőrákos egy olyan település, mint az összes többi, viszont hogyha ott már megvan a víz, akkor azt jelenti, hogy a szennyvíz mennyiség megnövekedik. Ezt mindenki tapasztalhatja, ebben is elég sok tapasztalatom van. Na most, mit csinál az ember a szennyvízzel? Hát a szennyvíz azt csinálja, hogy valóban el kell ereszteni. Legális vagy illegális módon. Ha legális, akkor nagyon sokba kerül neki. Ha illegális, akkor viszont mi fogunk oda menni és azt mondani, hogy ott valami furcsa dolgok jönnek ki a kapu alatt, mellett a pincében. És ezért elejébe kell menni. Tehát, hogyha megnyertünk egy millió lányi összeget, amiből ezt meg tudjuk oldani, remélhetőleg a főút alatt, akkor ezt meg kell tegyük. Legjobb reményeink szerint augusztusban benyújtjuk a többire a pályázatot, ha megnyerjük, akkor azonnal folytatjuk a többivel. De ami lehetőség fennáll, azt ragadjuk meg, végezzük el, és onnan utána tudjuk folytatni. Ez gyakorlatilag azt nem teszi lehetővé valóban, hogy a rácsatlakozható háztartások a főúton rögtön a következő percben tudják is engedni ki a szennyvizet, de azt viszont igen, hogy az elkészített úthoz nem kell hozzáadni a többi. Átvágások voltak, vannak, lesznek, tehát ha mindenki arra gondol, hogy időként ki kell messzállni otthon a lakást, az sem egy kellemes dolog, össze kell tolni a bútorokat, csak egy nagy takarítás, de minden építés rombolások előtt. Igen, ők lehet, hogy tudja határozni a penedelét programmal kapcsolatban. Jó, na, akkor van egy kérdésem, hogy mit javasol Kutrec Attila? Mit csinál? Nem. Gondoltam, hogy könnyű, három lehetőség van az ebében. Nincs, ez mindig nehéz valóban, tehát mondom, ha addig nem volt megcsinálva, akkor csináljuk meg most. Lehet, hogy egy kínai bölcsességet fogok idézni, egyszerűen megkérdeztek egy kínai bölcset, hogy uram, mikor van a legmegfelelőbb pillanat egy fa elültetésére? És azt mondta, hogy a legmegfelelőbb pillanat ezelőtt 20 évvel, de a másik legmegfelelőbb pillanat pedig most. Mi ugyanebben a hajóban állunk, és akkor elezünk. Köszönjük szépen, akkor megkérem, hogy szavazzunk. Ki van amellett, hogy a napi rendi pontot elfogadjuk. Köszönjük szépen. És akkor megkérdem a polgármester, hogy mutassa be a 12-es napi rendi pontunkat. Köszönjük, mutatom. A 12-es napirendi pont keretében ugyancsak egy kivitelezési licit dokumentációját javaslom jóváhagyásra, ez pedig Barótváros ivóvízvezetékének, szennyvízvezetékének és esővíz hálózatának a kiépítését érinti. Erre teljes egészében mintegy 26 millió leértékben megnyertük a támogatást a szakmai program keretében. Elkészült a dokumentáció, lássunk neki. Én, hogyha megengedik, fel is sorolom gyorsan, hogy miről van szó, tehát víz, szennyvíz és ivóvízvezeték,
változó mennyiségben, mert vannak olyan szakaszok a városban, ahol megvan az egyik, vagy megvan a másik, vagy megvan kettő és a harmadik nincs. Ez az egész Kossuth utcát érinti, és éppen azért fontos nekünk nagyon sürgősen megnyitni, mert az Orsó Kossuth utcába a 131-es megyei út kivitelezője már szeptember folyamán szeretne bejönni is. Mi azt mondtuk, hogy ne jöjjünk be, hogy licitelünk, kivitelezünk, és az Orsó Kossuth utcát, ami körülbelül egy olyan 1020 méter, tehát a várostáblától a központi, azt végezzük el, és csak utána jöjjön. Tehát ott a vízvezeték az új megvan, de nincsenek rá csatlakozva az emberek, a régiről használják, és azért van az a sok defekt. A szennyvízvezetéket ki kell cserélni, és a csatorna, az esővíz csatornát teljesen újat kell létrehozni, hiszen van, ahol egyáltalán nincs csatorna, van, ahol földfelszíni csatorna van. Ez az egész, ami benne van ebben, ez földbe tett csőből keresztül fog elmenni a víz. Tehát az egész Kossuth utca, és akkor hogy jövünk felfele, a Stadion utca, az Egyed utca, az Ady Endre utca, a Kulcsár utca, a Gát utca, a Budai Nagy Antal utca, a József Attila utca, és túlsó felé a Keseri Mózes, a Kisboldogasszony, a Baruti Szabó Dávid és az Új utca. Mindezekben valamilyen munkálatok lesznek, hogyha sikerül elindítani, akkor mondom prioritás, hogy az idén össze főtétlen legyen meg ez az Orsó Kossuth, és az anyagi lehetőségek függvényében pedig bejutóan. Kérem tiszteltem ennek a jóvágyását. Köszönjük szépen. Kérdezném az egyes szakbizottságban tárgyaltak a napi rendi pontot. Szakbizottság megtárgyalt és elfogadás jelösségét. Köszönjük szépen. Valakinek kérdés a hozzászólás a napi rendi ponthoz. Ha pedig nincs, akkor megkérve szavazzunk. Ki van amellett, hogy elfogadjuk a napi rendi pontot? Jöttek el. Köszönöm szépen. És akkor megkérünk Bolgáros, hogy mutassa be a 13-os napi rendi pontunkat. A 13. napirendi pontunk arról szól, hogy kérem az önkormányzat támogatását, hogy pályázatot tehessünk le bölcsőde építésére. A bölcsőde építésre június 30-án írták ki a pályázatot, de sajnos nem rendelkeztünk a területtel. Tehát ugye annak ellenére, hogy tavaly július óta mind vásároltuk, az egyik területnek az egyik tulajdonosa Amerikában tartózkodott, többször is átesett koronavírus betegség, egy idősebb emberről van szó, és nem tudta megoldani, csak az idén tudta megoldani a tavasszal, hogy hazajöjjön. Hagyatékot lejárattak, megoldották ezt a kérdést. A területet megvásároltuk, kifizettük, viszont a kifizetésre automatikusan a közjelzőnél jelzáló kerül, egészen addig, amíg a vásárló nem megy vissza a közjelzőhöz és mutatja azt a bankkivonatot, hogy ténylegesen beérkezett a pénz, és nyilatkozza, hogy meg is kapta azt a pénzt, amelyről vagy az adásvételi szerződés szól, és utána a közjelző különben kéri a jelzálogok a levételét, summa-summarum a múlt csütörtökön, amikor ezt a tanácsülési anyagot összeállítottuk, akkor érkezett meg, hogy a második területről is a jelzálog levételt, összehívtuk a tanácsülést, és szeretném, hogyha ezt jóvá hagynák, mert szombatig lehet letenni a pályázatot. Na most ezért a pályázatról annyit szeretném még mondani, hogy egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy le lehet tenni, mert azt írja a helyreállítási program, hogy minden esetben van egy ilyen számláló, melyik számlálja, hogy az adott összegből mennyi van felhasználva. Ez a negyedik komponens. Tehát ugye részt vettünk a tömbpásztigetelésen, mi a helyi alapon, még volt egy, amely mi nem vettünk részt, az nem önkormányzatnak szólt. És a negyedik komponensben nem írja. Tehát csak annyit látunk, hogy 107 kérés le van téve, de azt nem látjuk, hogy mennyi pénz fogyott el. Azt írja, hogy 100%-ban megvan a pénz. Nem írja a pályázati útmatóban, hogy mivel különbözik ez, tehát ebben a pillanatban nem tudom megmondani, ha a tanács ülés során elfogadják ezt a határozatot, akkor ezt a holnapi nap be fogjuk nyújtani, de hogy ez korai lesz-e vagy késő, ezt most megmondani sajnos nem lehet annak a műfőnök az alapján, amivel rendelkezünk. Ami nagyon fontos, hogy típus projektek vannak, és három típusú projekt van, egy 40-50, egy 60-70 és egy 100-110 férőhelyes bölcsőde, ami a legkisebbre pályázunk, és annak az ára 2 millió 5000 euró, ami gyakorlatilag 10 millió lár. Ezt azért hangsúlyozom, mert hogy ezt az összeget a típus projekt adja meg, tehát nem mi mondjuk meg, hogy ez ennyibe kerül, ezt a típus választod annyi, mint amikor azt mondjuk, hogy ez a típusú tégla ennyibe kerül, tehát a 2 millió 5000 le is költségvetése ennek a bölcsődének ezt jelenti. Ez a felépítése vonatkozik, emellett a tervezésnek a költségeit az törrészként fel kell vállalni az önkormányzat, de csak akkor, hogyha megnyerjük a projektet. Azt is elmondom, hogy a bölcsődével a tavalyi évhez képest
változtak némiképp a szabályok, és betettek olyat, amire nem gondoltunk akkor, hogy minimum 50 megoldatlan kéréssel kell rendelkezzen az önkormányzat, ahhoz, hogy egy új bölcsődére tudjon benyújtani kérést, és az 50 kérés 2-3 kilométeres körzetből kell összegyűjteni. Na most mi az összes gyereket összeszedtük, aki bölcsőde korú, tehát 11 hónapos kortól 3 évesig, és 40 gyereknél több nincsen Balaton. Azt viszont nem mondja, a kvázati útmatot nem tér ki rá, hogy 26 gyerek viszont nem a bölcsődében. Tehát ő csak az megoldatlan kéréseket mondja. Azzal együtt sokkal több lenne, tehát így kell letegyük, még más településekről, ami különösség, vagy kiülesik, a 2-3 kilométer, ennél további 24 kérés van. Tehát ebben a pillanatban egy picit ez úgy gondolom, hogy eléggé restriktív a kisebb településekre nézés. Tehát községek is vannak, ahonnan lehet pályázni, viszont hogy 2-3 kilométerről meg legyen az az 50 gyerek, akinek nincs megoldva a bölcsődés helyzete, mert látszik, hogy eleve nagyobb településekre tervezték, ahol egy negyedben akár több tízezer ember is lakik. Kérem tisztelettel annak az elfogadását, hogy a holnapi nap tudjuk benyújtani, remélhetőleg, hogyha lehetséges. Köszönjük szépen! Kérdezném az egyes szakbizottságot, hogy tartották a napi rendi pontot. Köszönjük szépen! Kérdezném a hármas szakbizottságot, hogy tartották a napi rendi pontot. Hármas szakbizottságban is tárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk. Köszönjük szépen! Valakinek kérdése, hozzászólás a napi rendi ponthoz. Ha pedig nincs, akkor megkérdezünk, hogy szavazzunk. Ki van amellett, hogy elfogadjuk a napi rendi pontot? Köszönjük szépen, és akkor megkérdem, hogy a polgármester úr mutassa be a 14-es napirendi pontunkat. A 14-es újonnan betűzött napirendi pont az élelmiszerpiaci modernizálására kiírt pályázat költségvetésének a módosítását foglal magába. Ez úgy volt benyújtva, hogy az elégítés összegekből 10% önrész, ez 102.221 és 47-ben, ez nem is változik. Valamint van egy nem elégítés része, és ez változik meg, ez eredetileg 294.946 lány 10 bani volt, és ez 13.749 lány 84 bani volt, 308.695 lány és 94 banira növekszik. Ez azért van, mert hogy közben ugye ki kellett igazítani az árakat a törvény értelmében, viszont uniós alapból nem lehet, tehát a vidékfejlesztési alapból nem lehet fedezni ezeket az árkiigazításokat, és ezért van szükségünknek a költségvetésnek a módosítására. A munkával végezve, a kivitelezőnek teljes egészében az eredeti szerződésben jóváhagyott összegek, leszerződő összegek ki vannak fizetve. Kisebb termódosítást végeztünk, ugye amit beszéltünk, hogy lemondtunk az IFET tömbház háta mögé nyúló nyelvnek a bekerítéséről és a piskótázásáról, és meg a tanács eldöntötte, hogy akkor az inkubátorhoz felülhítjük oda a bejáratot, és a két vagy három számlán nincs még kifizetve, a konzultáns, az ellenmérnök és az állami építési felügyelőségnek a részére. És ezeket kell rendezni a kiigazításnak a keretében is. Átvesszük a munkálatot, még az élelmiszerbiztonsággal, tehát az Állategészség és Élelmiszerbiztonsági Hivatallal van két-három kérdésünk, hogy hogyan kapjuk meg az engedélyezést. Reméljük, hogy ezt minél hamarabb lezárjuk és tudjuk kivitteni a piacot. Köszönjük szépen! Kérdezném az egyes bizottság, hogy tartották a napi rendi pontot? Tartjátok a napi rendi pontot és elfogadásra javasoljuk. Köszönjük szépen! Valakinek kérdés, hozzászólás a napi rendi ponthoz? Ha pedig nincs, akkor megkérem, szavazzunk. Ki van amellett, hogy elfogadjuk a napi rendi pontot? Tehát köszönjük szépen, és akkor megkérdünk fogalmasztatot, hogy mutassa be a 15. napirendi pontunkat. A 15. napirendi pont szintén már ismert témához nyúl hozzá. Korábban elhatározta az önkormányzat, hogy megvásárol két területet a Dózsa tér mellett a volt disznópiac helyén, illetve annak a háta mögött, László András István és Müller József és Amália tulajdonosoktól. Ki volt nevezve a bizottság, amely az alkudozást lebonyolítja, jóvá volt hagyva a becslés, hogy mennyi az értéke, amit az értékbecslő felbecsül, tehát átlag 3 euró per négyzetméteres árról van szó, az egyik egy 7000, a másik egy 3400 négyzetméteres terület. A bizottság a munkát elvégezte, az értékelő az értékbecslést előállította, és most már a konkrét vásárlás jóváhagyásáról van szó, tehát
tisztelettel kérem, hogy az alkú jegyzőkönyveket hagyják jóvá, és hagyják jóvá megvásárlását ennek a két területnek. A 3400 négyzetméteres terület, amely Barotváros 23843-as telekönyvében van bejegyezve, és Müller József és társai tulajdona 48814 lejben, illetve a 7000 négyzetméteres terület, amely László András István tulajdona, a 24250-es telekönyvben van bejegyezve, és 103773 lej, kérem ennek a jóváhagyását. Ez az összeg bele volt foglalva a költségvetésünkbe. Azért nem tudtuk eddig megtenni, mert Müller József felesége Amália elhunyt, és az örökösök az elmúlt hetekben rendezték a hagyatékot. Most már az élő személyek tulajdonában van, le lehetett járni az alkú folyamatot, és rátérhetünk a megvásárlásra. Ugyanakkor augusztus 15-ig kell jelentni a Fejlesztési Minisztériumnak, hogy 2023-as költségvetéséből szociális lakásokra mely település milyen összeget kér elkülöníteni. Tehát kérem, hogy tisztelettel hagyják jóvá, mihez is tudjuk rögtön megvásárolni, hogy augusztus 15-ig tudjuk is ezeket a kéréseket benyújtani, és remélhetőleg 2023 folyamán részesülünk a költségvetési kiutalásból, hogy szociális lakások építését neki tudjunk fogni. Köszönjük szépen! Kérdezném az egyes szakbizottságot, hogy tárgyalták a napi rendi pontot? Szakbizottság megtárgyalt és átolgatásra. Köszönöm szépen! Valakinek kérdése hozzászólása a napi rendi pontot? Pedig nincs akkor meg kell, hogy szavazzunk, kivarom már, hogy a napi rendi pontot elfogadjuk. Köszönjük szépen, tehetően. És akkor most következnek a különfélék, ha valakinek kérdése van, polgármesterhez. Nem kérdés, hanem közelednek a jövő hét végén lesznek megszervezve a bányásznapok, augusztus 6-án, 7-én. Testvérvárosi delegációkat hívtunk, és kérem az önkormányzati képviselőket, hogy minden testvérvárosi delegáció mellé, mely 3-4 főt jelent, egy polgármesteri hivatali alkalmazott, illetve egy képviselő álljon melléje, hogy segítsen nekik eligazodni a városban, a különböző rendezvény helyszínei között, akik el tudják kísérni a reggeliző helyre, a díszebéd helyére, a kultúrotthonba, a iskolába, ahol különböző eseményeket szervezünk az ő számukra. Nem kell erről most beszélni, csak hogy álljon össze az a lista, hogy akkor különböző delegációkkal mely képviselők fognak egyik munkatársunkkal együtt foglalkozni. Köszönöm szépen, valakinek kérdés a polgármesterhez, tegyen meg a műsor. Kezdem én néhányan. A Biborsz falvat és Budos térinti víz és szennyvíz hálózatról tárgyat elejtést kaphatunk, mivel a másik kettőt hallottunk, hogy erről is kérünk szépen. Természetesen, tehát a másik kettő, tehát a Baróti és a Felsőrákosi, arra már a kiviteli tervünk el van készülve, ott építési engedély fázisában vagyunk. A Bivarszfal Bodosira pedig a megvalósíthatósági tanulmány volt elfogadva, és most folyik a kiviteli terv elkészítése. A szerződés szerint augusztus 31-ig kell elkészítsék, dolgoznak rajta, ezt tudom, épp a tegnap beszéltem velük. És amikor elkészül, akkor utána azzal is azonnal fogunk licitelni. Tehát az ősz folyamán a kiviteli terv alapján annak a licitje is megtörténik. Köszönöm szépen. Hát én csak a Petőfi utcára szeretnék rá kérdezni, mert ez minden héten téma lassan, és bármely internetes felületen, hogyha szó kerül az utcákról, vagy ugye a város lap, ugye Facebook oldalon is, mikor megjelent, hogy nyitárban ugye voltak bizonyos nyárt projektek, neked pénzek jöttek, ott is ugye felháborodás kártott neked sok helyen, hogy valamára csak kell mozdítsunk valamilyen formában, tehát ugye most se került sorra, hogy ezt polgármester úr hogy látja, tudunk-e ezt, még egyszer kérdeztem volt, hogy valamiben mit hozzá tudunk-e arulni, hogy valamit muszáj ezt, mint hivatal is akar, de muszáj, mert most már tényleg tűrhetetlen ott a helyzet, ami van. És a benyújtás után talán 2-3 hónapban kértek egy prioritás listát. Az 5 projekt prioritás listáját úgy állítottuk össze, hogy az első az a 8 utca, között a Petőfi utca is, a második a Baróti Vízszennyvíz, a harmadik a Víz utca, a negyedik Biborszfal a Bodos és az ötödik Felsőrákos. Ebben a prioritás listában állítottuk össze.
Éppen azért, mert láttuk, hogy olyan utcákról van szó, és nem csak a Petőfiről beszélek, hanem például a Baroti Szabó Dávidomány egyre jelentősebb, attól fogva is, hogy a liceumot meg fog nyílni, és ott egy nagyon nagy gyerek-tanár mozgás fog megtörténni. A minisztérium úgy döntött, hogy nem azt a prioritás listát, hanem egy másik prioritás listát finanszíroz, és nagyon egyszerű volt ez a beszéd, amikor az erdő. Azt kérdezték, a 6 településből hány településen van működő szennyvízrendszer? És azt mondtam, egy fél településen. Azt mondták, jó, akkor olyan projektet finanszírozunk, amiből lesz legalább 3 településen szennyvízrendszer. Hiszen Romániának a kötelezettsége az Unióval szemben vannak a szennyvízkezeléssel, az utcákkal szemben viszont nincsen. És ezért kaptuk mi teljes összeget víz és szennyvízrendszerre. Ennek a Szalini projektnek a végén Barót, Kodos és Bibarcfal a teljes egészében szennyvízrendszerrel fog rendelkezni. Tehát azt jelenti, hogy ez egy 2026-os horizontot célozunk meg. Azt jelenti, hogy van 4 év, hogy a 6-ból 3-at így megoldjuk. Nem tudok mit mondani a Petőfi utcában. Tehát, hogyha bármelyik önkormányzati képviselő gondolja, hogy a Petőfi utca érdekében bármelyik másik beruházástól vegyünk el pénzt, és ne csináljunk meg mást, amit már elterveztünk, vagy már bizonyos folyamatban van, nyíltan hallgatom a javaslatokat, ebben a pillanatban erre én megoldást nem látok. Köszönöm szépen. Több dolog is rendben így vártam, amit szeretnék kérdezni a polgármesterről, és az első, az tulajdonképpen ennek a folytatásnál, ami a tanácsos kolléga felvetett, hogy tudjuk, hogy mi a helyzet a Petőfi utcával, és mondjam, remény sincs arra egyelőre, ha jól értettem a polgármester szavai szerint, hogy akkor ez jobb legyen. Mert ugye a másik ajánlatot azt egyelőre nem támogatják. A kérdésem nekem az, hogy mondjam, a javaslatom, hogy nem tudom, hogy fogalmazzak, hogy ami most jelenleg van a Petőfi utcával, hogy az elkövetkező esztendőben megfogtott, hogy a tulajdonképpen minden 8 utcával van. Tehát nem csak egy ilyen Petőfi utcai helyzetet fennállni, hát 8. Mit tudunk csinálni, hogy mi az elképzelése a polgármesternek, hogy akkor, ha a munkatok elvégződnek, akkor úgy, ahogy ezek az utak járhatók legyenek, vagy legyenek ilyen problémák, mint most jelenleg meg a Petőfi utcával. Ez az első kérdésem, és hogyha megengedek a többit is felsorolom, hogy akkor egyben jutottak le is. A második dolog, erdővédelmi része, de valóban mindenféleképpen egy jelentős része, jelenleg a Vargyasi kőbányához jár, és ott tölt ki az ivóvizét abból a forrásból, amelyik a kőbánya alatt van, amely, hát hogy mondjam, aránylag rendezett, vagy hogy mondjam, elfogadható állapotban van. De van egy másik forrás, amelyikre még nagyon sokan nyarnak, és itt a felső rácsostól lefelé első, tehát a régi bánya területén lévő forrásról van szó, amelyik annak idején a dolgozó áskatok, kútot is ezt használja. Ennek a területe, tudom, hogy ez nem való falos területe, de mindenféleképpen a mi, tehát azok az embereket szólaljuk ki, akik a mi önkormányzati területéhez tartoznak. Kérdem a polgármesterüket, hogy van-e valami lehetőség arra, hogy a forrásnak a helye kicsit rendeződjön, tisztán tartani, esetleg ezt a kutat, vagy azt a csorgot olyan állapotba hozni, hogy ivóvíz beszerzési helyhez illő legyen. Ez a második kérdésem. A harmadik az, amikor kérdeztem és javasoltam is, hogy az elkövetkező városnapokra, hogy készülnek, anyasznapokra készülünk, jó lenne azt a kicsi halmaszöget, amelyik a város északi lejáratlanban van, azt rendezni valamilyen féleképpen, esetleg felvenni a kapcsolatot azzal a illetővel, aki azt a valót tárgál, vagy étikli, vagy kapott a városvédelmi felhalózatra, hogy azt mondja, beküldöztetni is valamint ezt a nevezzük parkocskának, ezt rendezni. Nem történt semmi ezzel kapcsolatosan, kérdem a polgármesterről, hogy milyennek az oka is, és lehet-e ezen, hát most már nem tudom, hogy is lehet változtatni, de az elkövetkezőkben mindenféleképpen lehetne sor keríteni erre. A negyedik pontom az tulajdonképpen azoktól a személyektől érkezett panasz, akik ezeket a
városi tanácsüléseket élőben Facebookon hallgatja. Most nem tudom, eddig nem figyeltem oda, hogy mikrofon volt előttünk, vagy nem. Most látom, hogy van. Arra panaszkodnak, hogy sajnos nem érthető, tehát a polgármester, amit mondott, az rendben van, de hogyha valaki hozzászól, akkor azokat a hozzászólásokat nem nagyon lehet érteni. Nem tudom, most így van, én mondom, mert eddig nem figyeltem, én sem tudom, hogy így működik, hogy akkor ezért, hogyha lehetne változtatni, hogy a következőkben ilyen panaszok ne legyenek. Ez volt a negyedik, az ötödik pedig több kolléga jelezte, hogy a gyűlés illetéktel, amit kapnak a tanácsosok, hogy akkor annak a kiszámolása az, hogy mondjam, úgy érzik, hogy nem igazán, nem azt mondom, hogy korrekt, de talán követhetetlen, hogy így mondjam. Erre van két szabályzatunk, utána néztem ennek is, és az az én véleményem is, hogy mindannak ellenére, hogy ma beszéltünk, hogy akkor ez hogy kellene legyen, nem tartja be azt a két határozat, amik erre vonatkozik, hogy hogyan kell ezeket az illetékeket kiszámolni. Úgyhogy ha visszakérhetünk erre, hogy egy későbbi alkalommal, sőt segítek is, aki szerkesztettem azokat a dokumentumokat, meg a adatokat, amik az, hogy mondjam, egyszerűvé teszik ezeknek a kiszámolását, mindenképpen működésre állat, és akkor ezt orvosoljuk, úgyhogy mondom, szerintem ma elég régült ezek nem igazán jól van neki számolva. Vagy nem mindig, bocsánat, nem mindig jól van neki számolva. Ezeket mondom, köszönöm szépen. Tehát a Petőfi utca és más utcák, amit tudunk tenni, az mindössze annyi, hogy azokat a munkálatokat, amit ezután végzünk, mert ugye felsoroltam, milyen sok utca következő bevezetés, azoknak a projektjeiben bevettük az út teljes helyrehozását. Tehát azt jelenti, hogy ahol az utat, illetve ahol a vezetéket aszfaltozott úton kell vinni, ott az aszfaltozott szintre kell visszahozni. Ahol pedig köves út, ott a kövezett része kell visszahozni. És gyakorlatilag itt rajtunk áll a dolog, hogy amikor a munkálat elvégződik, akkor azt a bizonyos ellenőrzést, amit a felső rákosinál elmondtam, azt mi hajtsuk végre. Tehát a munkaprocedúrák minden egyes projekt esetében előírják, hogy hogyan kell visszarakni azt a bizonyos tömítést. Tehát a homok fölé milyen típusú föld jöhet, és aztán a rétegrendet a felső rétegbe, a felső rendbe be kell tartani, hogy ugyanolyan rétegrend legyen, mint amilyen volt. Ha ez be van tartva, akkor kövezett úton is és aszfalt úton is lehet megfelelő munkát végezni. Erre van példa. A kérdés az, hogy ezt ellenőrzi valaki, mert önmagától senki sem szeretné ezt betartani, utána a vízőzön alapon. Én azt tudom mondani, hogy oda fogunk állni és be fogunk ezt tartatni. Tehát akkor lesz kifizetés, amikor a laboratóriumi lehet, azt mondja, hogy a visszatömítés megfelelő. Úgy kategóriáját, mint pedig a paramétereket tekint. Felsőrákosi víz kérdése és környezete, tehát ha csak egy környezeti rendezésről van szó, nem a miénk, akkor szerintem egy akció keretében meg tudjuk oldani a saját embereinkkel, hogy rendettetjük. De mi beruházástól nem végezhetünk, tehát ezt mindenki tudja. Esetleg be kell azonosítsuk, hogy kinek a területén van, és azzal a tulajdonossal beszéljünk, tehát minden ivóvíz nagyon-nagyon fontos, és a környezete is fontos, tehát például a Vidorszfalván is azért próbáltunk tenni valamit a borvíz forrásnál, az úgynevezett Szemete utcában, amelynek az aszfaltozására is sor fog kerülni hamarosan, hogy éppen azért, hogy civilizált környezetben tudják megközelíteni az emberek, és ezt próbáljuk akkor a rákosi vízzel is kiterjeszteni, amennyiben nem ütközünk valamilyen törvényes akadályba. A város északi kijáratánál lépő kapu és háromszög, ez az én bűnöm, nem foglalkoztam vele. Beismerem, és a következőkben ezt akkor, úgy ahogy már akkor jelezte a frakcióvezető úr, ezt akkor rá fogunk nézni és meg fogjuk oldani, amit megbeszéltük. Igen, a tanácsosok is látták, tehát mindenképpen azt, hogy meg kell oldani, elnézést kérek, én nem foglalkoztam vele. A tanácsülések hangközvetítését, hát szerencsére itt vannak, gondolom, hogy hallották, akkor azt kérjük, hogy olyan technikai megoldással álljanak elő, hogy az önkormányzat képviselők hangja és megfelelő minőségben álljon a Facebook követők rendelkezésére. Kérjük, hogy akkor ne csak a főasztalnál ülőknek a hangja, hanem mindenkinek a véleménye biztos technikailag meg lehet oldani.
A tanácsosok illetékeihez nem szeretnék hozzászólni, mivel hogy ugye annak sem a kiszámítás, tehát sem a keretek megteremtésében, sem az illetékek kiszámításában nem voltam benne. Viszont akkor arra kérem, hogy azzal a munkatársunkkal, aki ezt végzi, a két frakcióvezető találkozzon, összehozunk egy ilyen alkalmat, mutassa meg akkor, hogy az elmúlt időben hogyan számították, minek az alapján, ez lehet hozzáfűzni bármit, és hogyha a rendszeren kell változtatni, akkor szerintem annak nincsen akadálya. A legfontosabb, hogy találkozó, analízis, és hogyha kijön, hogy valahol nem jól van csinálva, akkor azt kell érteni. Oké, köszönöm szépen. Egyébként a visszajelzés megérkezett, hogy most sem igazán hallatszanak a tehát akkor a következő tanácsülést, hát most ülés közben ezt nem tudtuk megoldani. Következő. Köszönjük szépen. Valaki más a kérdése? Rövid kérdésem volna, többször is elhangzott, azt szeretném kérdezni, hogy van-e előrehaladás a városi címmel, valamint a helyhez kapcsolódó, ugye az utca névtáblákkal kapcsolatosan. Valami új hírek vannak a címmel. Tehát két címmel változott, meg is érkezett, nem tudtam kivégedni, de napokon belül kiküldöm, egyelőre csak informálisan, minden önkormányzat képviselő lássa, és akkor beszélünk róla a következőben. Tehát megérkezett két címmel javaslat. Szerintem nekem is volna két kérdésem a polgármesterhoz. Tudjuk, hogy ősszel nálunk 5 osztály fog indulni, és 2 tanító néni lesz. És a szülők kérését szeretném továbbítani, hogy hogy lesz megoldva az osztály elválasztódik, mivel nincs elég osztály, hogy 5 osztály tanuljon, vagy pedig az új teremben lesz megoldva. Ez lenne az első kérdésem, és a másik pedig szó volt, hogy a rendelő elkészül Miklósváron, arról valamit tudunk-e, vagy milyen fázisban van. Köszönöm szépen. Igen, rögtön mondom. Eredetileg erre a gyűlésre volt az tervezve, hogy a 3 oktatási intézmény igazgatóját ide hívjuk, de mivel szabadságra hivatkozva az egyik igazgató kérte ezt, elhalasztjuk a következőre, tehát az augusztus közepi gyűlésen mind a 3 oktatási intézmény vezetőit ide hívjuk. Egyrészt azért, hogy számoljon be az elmúlt iskola évről, a következő iskola évben milyen gondokkal, problémákkal küzdködnek, milyen javaslatuk van, mit kérnek az önkormányzatot, és akkor kérem, hogy ezt az osztályt beszéljük meg akkor. Tehát ez augusztus közepén meg fog történni, hiszen ők sokkal illetékesebben. Amit tudok mondani, hogy a Gámozás iskola vezetőségével bejártuk az összes iskolát, amikor a vakáció elkezdődött, voltunk Miklósváron is, megnéztük, hogy ott milyen problémák vannak, tehát ott valóban egy iszonyú osztálytermet kell kialakítani, akkor ott helyszínen nem dőlt el a dolog, hogy mit kellene. Ugyanakkor egy kazán cserére is szükség van, mert az a kicsi kazán nem bírja 2 épületet, és a másik az, hogy ahogy mi láttuk, a főleg megpiszkálva, mindenfajta szigetelés nélkül van átvezetve a kazánházból, az új épületbe a cső. Tehát annyi, hogy a földbe bele van téve egy műanyag cső. Semmi szigetelés nincs, éppen ezért a kazán is kicsike a 2 épülethez, tehát ezt meg kell oldani, és akkor ennek a függvényében szerintem lehet dönteni akkor, hogy hol legyen az a bizonyos utólagos osztály, amely egyelőre rendelkezésre kell állni. A rendelő kérdésével beszéltünk a jegyzőasszonnyal, tehát az ugye az úgy van bevéve, hogy közvagyonban, mint óvoda, le van szerződve, hogy betelekönyvezzük, és a telekönyvezéssel együtt rendeltetést változtatunk, tehát ezt mondta Erzsi azt, hogy ezt kell csináljuk, hogy egy ilyen című beruházást tudjunk, mert végrehajtani, mert ugye a megyei tanácssal együtt is kell, ott tudunk pályázni egy 25 000 le is támogatásra, de akkor már az épületnek a rendeltetése, a közvagyonértárban való megjelenése, a telekkönyvben való bejegyzése, az összhangban kell legyen a projekttel, ebben a pillanatban a topográfiai fejlődés és a telekkönyvezés megkötve a szerződés, ez folyik. Amúgy nem csak erre, hanem Miklósvár többi középületére és közterületére is, beleértve az egész utcahálózatot, és beleértve a híd melletti részt egészen hátra a kultúrotthonig, hogy tisztázzuk, hogy pontosan mi a mi nem, és az új digitális rendszerbe vezessük. Tehát ez egy kalap alatt, ahogy beszéltünk, augusztus végéig meg kell történni. Köszönöm szépen. Valakinek egy kérdés, akkor amit ön... A szám 10 hallgatottal kapcsolatosan Ivo-Vízra számít, kategóriás nagykesson gondolt Ivo-Vízra. Most ezen a sarossal...
Igen, tehát ugye a megyének van egy hatalmas nagy POIM-nak hívott program, projektje, POIM-os projektje, az a neve, hogy Program Operacional Pentru Investiții Mari. És ezt elkezdték már az előző költségvetési ciklusban, elkészültek a megvalósíthatósági tanulmányok, viszont Baróton, Barót településein ebben csak a vízrendszerre volt benne Köpec, Miklósvár, Bigorszfoga és Bodos, Felsőrákos nem volt benne egyáltalán, és Barótról pedig vízszennyvíz is. Ugyanis a POIM-os projektnek az volt a kitűrőrendszere, hogy az adott településen legyen minimum 2000 lakos. Éppen ezért ezekben a falvakban, ahol sehol sincs egyenként 2000 lakos, kikerült a szennyvízrendszer. Mi ezzel a szennyvíz projekttel pontosan a szennyvízrendszer terveztük meg, de a vízrendszert nem tudtuk megtervezni, mert ez benne van abban a POIM-ban. Hát egyetlen kivételt tudtunk tenni, a Bigorszfalvi főutat, hogy azt kivettük a megyei POIM-ból és betettük ebbe a Szalinnibe, hogy legyen a főút megoldva, aztán itt további bonyodalmak vannak a főúttal, nem akarok abba belemenni, mert a kérdés úgyis Bodosra vonatkozik. Tehát Bodosban valószínűleg tartom, hogy hamarabb lesz szennyvíz, mint víz. Mert ez a Szalinni program, ez pillanatnyilag úgy néz ki, hogy 6 éves, ez 2028-ig kell lejárjon, de itt is az az érvényes, hogy a gyorsabb mozgás az előnyt tud hozni. Mi nem vártuk meg, hogy nyertest hirdessenek a projektből. Mi korábban elkészítettük a megvalósíthatósági tanulmányt és a műszaki terv is készen szép végére. Ennek az évnek a keretében le kell járni a licit a kivitelezésre, és tavasszal neki lehet fogni a munkálatoknak a szennyvíz hálózat létesítéséből is. A szennyvízen hamarabb lesz Bodosnak és Bigorszfalvának vízen. A nagy projektből viszont, a POIM-osból, amelynek a megvalósítási horizontja 2030, én azt mondom, hogy 2030-ra lehet körülbelül vizet van. Ugye, többen jelezték, hogy egyre járhatatlanabbak a járdáink. És a városban, biztos a falvakon is gond van, de a városban biztos, hogy de majd esetleg lehet, lesz-e majd lehetőség pályázni, vagy valami önrészből valamit csinálni. Volna még egy olyan csak javaslat, már ugye ott a banyasznapok helyszínén, ahol majd lesz a helyszín, vagy lesznek a banyasznapok, ugye arra fele ott sincsen aszfalt, ugye elég poros lesz az út. Ott jelezték többen is, hogy majd lehet-e valamit elakítani. Hát én azt mondtam, hogy szerintem igen, hogy legalább a tűzoltóautó naponta legalább kétszer elmenjen kicsit meglocsolni az utat, mert ha nem, ott életveszélyes lesz ott. Mert rengeteg autó gondolom fel fog menni, úgyhogy ennyi lenne még a... Mind azért a gyalog állapot, minden alkalommal is van eszembe, hogy rosszak a járdák. Tehát én gyalog jövök ide, gyalog megyek az iskolához, a kórházhoz is néhányszor gyalog megyek le, pontosan azért, hogy mindig jusson eszembe, hogy ez rossz. Viszont általános jelleggel azt szeretném elmondani a képviselőknek, hogy van egy adott összeg, amiből gazdák. Ahogy látták az elmúlt másfél esztendőben, tehát 18 hónap alatt 18 projektet nyújtottunk be. Ezek a projektek mind olyan beruházások, hogy a ráfordított összegnek a tízszeresét, vagy az annál nagyobb részét meg tudjuk nyerni. Most mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy a baróti víz-szennyvíz esővíz elvezető rendszerre mi ráköltöttünk 400 ezer lejt a tervezésre. És nyertünk 26 millió lejt. Hány szoros ez? Tehát a kérdés az, hogy azt a kicsi pénzt, amivel rendelkezünk, mert kicsi valóban, és nem itt mindenre, azt mibe fektetjük be? Látjuk, hogy csak a két megnyert projektnél, hogy a befektetés összegnek 65-szörösét tudtuk megnyerni projektet. Tehát mi a 400 ezer lejünkből soha nem raktunk volna össze egy 26 millió lejes beruházást, amiből Barót hátralévő részének megoldjuk ezt a három kérdést. És a többinél is így van. Tehát nagyon egyszerűen, hogyha azt mondom, hogy most megyek egy épületet, tegyük fel a Bigorszfalvi iskolát. Rákötöttünk a Bigorszfalvi iskolára a kezdő tanulmányoknál, csak a kezdő tanulmányoknál körülbelül 40-50 ezer lejt. De hogyha sikerül, akkor megnyerünk egy olyan projektet, amelyik nézetméterenként 440 euró biztosít és teljesen felújítjuk. Tehát ezeket a nagyságrendeket szeretném felvázolni azért, hogy tudjam érzékeltetni, hogy
oda fektetjük be a pénzünket, ahol a legnagyobb részt mellé tudjuk venni. Járdában nem ad senki egy lács. És ezt kell nagyon fontos elmondani, hogy a képviselők is és a lakosság is tudja, hogy a Salini programon kívül, amelyből ugye megkaptuk a maximális összeget, de csak vízszennyvízre, egyetlen olyan uniós vagy nemzeti program sincs, ahol egy nézetméter aszfaltot finanszíroznának. Sem nekünk, sem más. Nincs. De sem a csatlakozás utáni arab, kohéziós arab, regionális operatív program, helyreállítási alap. Egyetlen vasat, egy lájt nem ad utcára is járna. Azt jelenti, hogy azt mi kell megcsináljuk. Saját pénzből, vagy hitelből, ezután a következő, ebben a mandátumban egész biztos, csak akkor tudunk aszfaltozni egy nézetmétert is, ha a saját pénzünkben teszünk. Viszont, ami pénzünk van, azt akkor mire fordítsuk? Tehát egy járda aszfaltozása, egy pár száz méteres járda aszfaltozása körülbelül annyiba kerül, mint amiből előállítunk egy olyan projektet, amivel nyerünk 1-2 millió eurót. És ezt kell mérlegelni. Tehát ezért mondom, és már sokszor mondtam, ha valaki önkormányzati képviselő úgy gondolja, hogy valamelyik beruházás nem jó, akkor mondja meg, hogy honnan vegyük el a pénzt, tegyük ide. Tehát melyik zsebemből vegyem el azt a pénzt, amelyik kell a másik zsebemből. A problémákat én is látom, tehát itt gyakorlatilag nem azt mondom, hogy 100%-ben, de alig van olyan probléma, amit feltüntetnek, vagy felemelnek az önkormányzati képviselők, vagy a lakosság is, ne tudnak róla, hiszen járjuk a várost, az alkoholmesterekkel folyamatosan konzultálunk, és ezeket látjuk. Mindenhol a pénz kell, csak akkor mondják meg, javasolják, hogy honnan kell elmenni. Honnan kell elmenni. Tehát abból, ami van, abból tudunk csinálni bármit, akár járdát is. Hát tudjuk aszfaltozni a Petőfi utcát is. Csak akkor nem csinálunk még mellette több olyan beruházást, aminek van neki. Vagy amit még ezután fogunk neki, mert még ezután is rengeteg pályázati lehetőség van, és mindenkre fel kell készülnünk, és nem tudunk mindegyiken részt venni, egyszerűen nem érjük fel pénzzel, csak a pályázatnak az elkészítését sem. Mondok egy egyszerű példát, hogy következő egy-két hónapban írja ki a Környezetvédelmi Minisztérium azt a pályázatát, amelyben 100%-osan lehet finanszírozni azt a szelektív hulladékgyűjtést, amely magába foglal több típusú hulladékot, közöttel azt, amivel nagyon sok bajunk van, az építkezési anyagok hulladékát. És ezt akkor tudja az ember rögtön, amikor egy tömbházlóban mondjuk csak a fürdőszobáját akarja újra csempézni. Tehát keletkezik egy fél köbméter, egy köbméter hulladék. Megvan a módja, hogy hogyan lehet eljuttatni, el lehet jutatni Lécfalvára, csak nagyon sokat eljut. Na most pontosan ilyenre lehet pályázni, vagy amikor látom, hogy jön be a Fülei erdőre egy autó, és megyek utána egy rendőre, hogy hova üríti le az építkezési törmeléket, mert megtörtént ez is. Ja, nem üritette le, elment Miklósvár felé, és akkor utána nem mentünk, mert hogy elment Miklósvár után. De hogyha leürítette volna, akkor rajta kaptuk volna, elkobosztuk volna az autóját, és a környezetvédelmi őrség az jött a rendőr, a környezetvédelmi őrség írja oda, és adjon egy 30 000 büntetést. Kivitte innen, Nagyajta felé, már nem mentem utána. Az már nem az én kompetencia. Tehát erre lehet pályázatot letenni, és 100%-ban finanszírozzák, de kell egy 25 áras terület hozzá. És ebben a pillanatban van két árajánlatom, de mind a kettő sokkal nagyobb terület, és annyi pénz, amennyit ebbe a költségvetésbe nincs, ahonnan elvegyünk. És akkor megtörténhet, hogy egy ilyen típusú dologra, amire nagy szükség volna, nem tudunk pályázni, mert nem tudjuk, nem egyebet, csak a területet maga megvenni hozzá. És nekünk nincs. Tehát ezek mind jó megjegyzések, és mindegyikre szükség van, csak pontosan úgy van, mint amikor egy háziasszonynak van egy fél kiló lisztje, két tojása, abból csak egy tepsi tésztát tud sütni, és nem harmat. Lehet harmat szeretne, de csak egyet. Igen, ugye 3 évig nem voltak városnapok, vagy bányásznapok. Tehát tudom, hogy erre is szükség van. Sőt, kell is, viszont szerintem megértenék a lakosság, hogyha mérlegelni kellene, hogy most akkor bulizunk, vagy panaszkodunk. Tehát én elsősorban biztos, hogy a járdákat venném előre, és utána a bulit. Tehát ez csak az én saját javaslatom, hogy csak mondom. Tehát kell, szükség van rá, 3 évig nem is volt, biztos, tehát nem is mondom. Viszont
akkor az tehát a lakosság is el kell döntse, hogy tehát vagy panaszkodunk, vagy bulizunk már. Szerintem abból nem tudom mekkora költségvetésről, mert nem is, vagy legalábbis lehet, hogy tudtam, csak elfejtettem. Nem is kérdezem meg, viszont ha a lakosság úgy gondolja, hogy ezekre panasz van, Jardar, és ezt nagyon köszönöm fogalmasának, hogy elmondta, hogy erre pályázat nincsen, önrész kell erre kialakítani, akkor ez egy jó alkalom lenne a 6.-7.-ig, csak mondom. Hogy én biztos, hogy ezt inkább mérlegre tenném a lakosság előtt, hogy akkor döntsék el, hogy vagy buli van, vagy panaszkodunk. Tehát. Az egyik dilemmája, hogy a költségvetés tavaszi felállításakor a fejlesztési és a működési szekciót hogyan hozza arányba egymással. Én természetemtől fogva, és ez az elmúlt évtizedekben ezzel dolgoztam, én a fejlesztés partján vagyok. Én saját magamtól járdát csinálnék, utat, stb. De nem tudok vissza nem emlékezni, azt mondják, hogy amikor Winston Churchillt kineveztek miniszterelnöknek és kezdődött a háború, akkor az első védelmi kabinet gyűlésén a pénzügyminiszter azt mondta, hogy az első fogás, hogy minden kulturális programot elvárunk, nem támogatjuk, mert repülőt, töltény, puskát kell gyártsuk. Azt mondta a Churchill, hát ha elvárunk minden kulturális támogatást, akkor mi harcolunk? És én pont ezt idéztem fel, hogy valahol a kettőt összhangba kell tartani. Tehát az igaz, hogy nem volt két évig városnak, nem három, két évig nem. Máshol sem volt. De az embereknek van rá igénye. Tehát azt is kell, hogy az infrastruktúra mellett, mert a járda infrastruktúra, az út is infrastruktúra, meg kell őrizzünk egy olyan komponést is, és azokat is kell finanszírozzuk, amelyek életet visznek be ezekbe a szerkezetekbe. Tehát a bányásznapokra 150 ezerlet nyert a Szent Adalbert Egyesület, teljesen nyilvános, többször elhangzott tanácshatározat van róla, ebből szervezzük meg azt, amit meg tudunk szervezni, és szükség van arra, hogy az emberek kikapcsolódjanak is. A másik pedig, hogy csak az idén 150 éves a bányászat, az iparszerű bányászat elvédéke. Tavaly 149 volt, jövőben 151, ezt vagy most ünnepeljük meg, vagy nincs amikor. És a civil szervezeteknek nyújtott támogatást is azért tartom fontosnak, mert hogy ott olyan emberek vannak, és olyan programokat valósítanak meg, amit mi nem vagyunk képesek. Tehát sem az önkormányzati képviselő, sem az a munkatársaink, a polgármester alkalmazottai nem tudják megcsinálni azt, amit egy önkéntes a saját erejét, idejét, energiáját és sok esetben a saját pénzét is belefektet, és olyan akciókat szervez időseknek, fiataloknak, szakmai körökbe, amelyeket mondom, nem tudunk ellátni. Nem, hogy mi egy önkormányzat sem tud ellátni, mert egészen más típusú a hozzáállásunk ezeket a dolgokhoz. Tehát azt szeretném, hogy a projekteket, amennyiben tudjuk, minél többet nyerjünk meg, hiszen az megvalósul, és az embereknek a jólvát szolgálja. Nem fogalmaznék úgy, hogy panaszkodnak az emberek. Én úgy gondolom, hogy az emberek jogosan kérik, hogy ami járna nekik, mert minden embernek joga volna ivóvízhez, szennyvízhez, utcai világításra és megfelelő járófelületre, úgy járna, mint az autó számára. Ezeket jogosan kér. Csak mi ennyi pénzt tudunk szerte, nem tudunk többre. Mihályt többre teszünk szerte, tehát mihályt van egy költségvetés kigazítás, mihályt egy többletbevétel, azonnal azt is elköltjük, ugyancsak az emberek javára. Tehát súlyozni kell. Ami a bányásznapot illeti, pedig az alpolgármester úr az illetékes autónak a tóköri területnek, tehát csak annyit mondanék, hogy a tavon felül nem fog menni egy autó sem. Tehát két sorompó lesz, az egyik a tavon átvezető útra, állandó emberrel szerződtetjük az őrzővédő szolgálatot, és péntek déltől hétfő délig ott csak az megy át, aki vagy a Nagyerdő alatt lakik, vagy pedig a sátorhoz, az ott tevékenykedőkhöz van közel, és a másik utat is, ott csak azt engedjük át, ahol az árusok mennek. Tehát a parkolás itt lent fog zajlani, a tavon alul, a tó alatt lesz kialakítva a gyerekeknek az ugrálóvár, és azon felül egyetlen jármű sem fog menni, akinek nincs ott keresni valója. A polgármester, hogyha még szeretne hozzátenni bármit, akkor... Így van, persze. Mondtam a múltkor is, hogy egy gazdával beszéltünk, egy learadott főző, sima, könnyen rájállható, megegyeztünk vele, ott van ez a parkolás, bármennyi autó árték, úgyhogy nincs közben. Így van.
Csak azt engedjük fel a tavon az úton, aki a színpadra megy, vagy pedig fentadik a kalupon, és a körbevaló úton pedig csak a dal. Tehát nem lesz túl. Nem lesz túl. Köszönjük szépen. Nekem egy tanácsom a kérdéshez, hogy hozzon küzdöm, hogy kérdezni valamit a polgármesterhez. Tehát az a projekt, amely megy fel a megyei úton. Tehát a városvidéktől egész megyül a szelepre. Tehát abban háztól házigban. Tehát abban benne vannak a járdák és a sánc. Nem tud. Tehát igazából akkor az a kórház előtt, az iskolá előtt, mert a bányi előtt, az megoldódik azon. Úgyhogy akkor is járnak. Igen, tehát azt még hozzá szeretném tenni, hogy az igaz, hogy a Zalini programból nem nyertünk mi utcafelújítást, de más olyan programok által, amelynek egyfajta előfeltétele a közmű, amit viszont meg tudunk csinálni, a településeinken több kilométer út fog kialakulni. Tehát csak azt vesszük ugye, hogy a Peredelét befejezzük a Szájnéz után 1,6 km felsőrákos főutcája. Itt pedig egy közel 2 km-es szakasz főutca borult belterületén, tehát a várostáblától a várostábláig, a faltól a falig, tehát kerítéstől kerítésig teljesen újra szépítve az egész. Tehát vízelvezetéssel, járdával, nem lépcsős járdával, tehát lépcső nélküli járdával, és teljes útfelülettel, parkolóval, buszmegállóval, zöldövezettel, minden, ami kell. Tehát az nem a mi projektünk, de mi meg kell csináljuk előtte a visszanyvizet, hogy az a projekt, amikor megvalósul, akkor tudjuk, hogy azt a dolgot lezártuk. Úgyhogy nem a mi beruházásunkból, de a megyei tanács projektjének a végén, tehát az jövő őszig kell legkésőbb megtörténjen, az Alsó-Kossuth utca és a Szabadság utca teljes egészében fel fog újulni, és ott lehet közlekedni. Ugye ott az is a legnagyobb része a városnak, mert hogy a tömbház negyedek azok. Azt lehet mondani, rendben vannak ebből a szempontból, ha ez a főutca, ez a kifli is fel fog újulni, akkor igazából a város nagy részében már jól elkezdik. Nekem van még egy pár dolog, amit felírtam a polgármester úr, úgy lát egyet, megérzettem az iskoláról beszámolt, úgyhogy ezt köszönjük szépen, ezt nem fogom kérdezni külön. A másik egy hozzászólás lenne az építkezési hulladékkal kapcsolatosan az, hogy Biborcai közbirtokosságnak, amit ma jeliztem, és vannak olyan területei, amelyeket szeretnénk feltölteni, oda szívesen várjuk az építkezési hulladékokat. A harmadik egy kérdés lenne, hogy felső borvíznél, borvízzel kapcsolatosan beszélgettünk, hogy esetleg a fürdőről való áramállátását meg lehetne oldani, és hogy árán van-e valami, ezzel van-e valami változás. A következő, hogy a kultúrtetőre viszont ott konkrétan elkülönített a költségvetésből összeg, azzal lesz-e valami az idén van-e kilátásból. És az utolsó az lenne, hogy a főúttal kapcsolatos bonyodalmakat, amit nem szeretett volna említeni, esetleg hallhatnánk el. Nagyon kíváncsi mindenki, és folyamatosan kérdésekkel bombáznak, úgyhogy hallásak lennénk, ha tudnánk tőle egy pár információt. Köszönöm szépen! Építési hulladék, a terület az egy része, de amellett azt is kell tudni, hogy ami építési hulladék lerakásához kell a Környezetvédelmi Hivatal hozzáállása is, tehát illetve engedélye. Tehát amikor tavaly tavasszal megkerestem őket, akkor azt mondták, hogy ha van egy olyan terület, akkor egy előzetes tanulmányt kell készíteni, hogy az az építési hulladék és az a eltervezett dolog az megfelelő. Tehát magyarul nem elég, hogy legyen egy terület, mondjuk egy gödör, és azt mondjuk, hogy fel lehet tölteni, hanem az megint tanulmány, a felmérésben, pénzben, monitorizálásban, stb. Kárjuk. Tehát nem ilyen egyszerű dolog sajnos. A felső borvíznél ugye azt beszéltük, hogy a borvízfürdőhöz villanybekötést megoldjuk, és onnan előviszünk egy kábelt. Apokámester úr tudja, hogy ebben a pillanatban milyen fázisban van ez? Igen, én úgy tudom, hogy a Bransamentra a kérdés Sándor letette. Én is így tudom. Egy elég hosszú átfésű is idő volt. Nem igazán érdeklődtünk rá az elkékánál, de látom, hogy érdeklődünk rá. Kérdezzünk rá, stájékoztassuk azt a képviselőkről. Arra mondják, rá kérdezzünk. Hát a megoldás ugye az volna, hogy megcsináljuk a bekötést a fürdőhöz, az a sajátunk, onnan egy szállal elővisszük, hogy a pumpa tudja működni. Jó, a bútorotthon tetej igen, tehát azt megjavítjuk. Nincsen nagy probléma vele, de meg fog javítani a cseréforgatása. A főút, tehát a főút nem egy titkos dolog,
miről van szó? 2013-ban, amikor a megyei tanács elkezdte a 122-es és a 131-es utak modernizálásának az előkészületeit, összehívta az erdődéki polgármestereket, a megyei tanács mondása szerint esetleg polgármesterül meg tud erősíteni, megcáfolni, és azt mondta, hogy mi ezt a projektet elindítjuk, ti csináljátok meg, amit alatt el kell végeznetek. Ebben a pillanatban úgy állunk, hogy van megvalósíthatósági tanulmányunk, a főútra van kiviteli tervünk is, de nem elegendő, mert azt csak azért csináltattuk meg, hogyha ugye volt arról szó, hogy egy hitelt felvennénk, és megoldanánk ezeket a kérdéseket, tehát az alsó Kossuth alatt, felső Rákoson és Miborszfal alatt. De mivel nem talált ez kedvező fogadtatásra, napi nagyon lekerült, és akkor most az egész tervet készítik Budos Miborszfalvára, ami augusztus 31-ére kell kész legyen. Lényeg a lényeg, az elmúlt önkormányzat idejében nem történt egyetlen lépéssel, hogy vizet vagy szennyvizet tervezzenek Miborszfal főútjára. Ennek semmilyen dokumentuma nincs, 2013-tól 2020-ig a 7 év úgy telt el, nem tett senki egy lépéssel. Ebben az önkormányzati ciklusban viszont tudják, nekifogtunk, és pont augusztus 31-ére kiviteli tervünk kell legyen. A gond az, hogy a megyei tanácsot is a saját projektjének a határidejéig szorítják. November 15-ére kell befejezzék a 122-es teljes útját. Tudtommal azt mondták, hogy akkor ezekben a településekben, ahol ez nincs megoldva, ez Nagybacon és Viborszfalban, akkor nem rendezik a sáncot és a járdát, hanem csak az utat, az úttestet és az útpatkát. Tehát az úttest és az útpatka Viborszfalban el lesz készítve, a járda és a sánc pedig valószínűleg unult. Oda fog vinni a szennyvíz, vagy az még előtt telekel tevünk? Nagyon nehéz ezt megmondani, mert hogy ennek a projektnek is a végső határideje, tehát az utolsó határideje minden olyan projektnek az N+3-as szabály alapján, amit a 2014-20-as uniós ciklusból finanszíroztak 2023. december 31. A konkrét projekt terminus az 2023. január 15, ami azt jelenti, hogy november 15-én kész kell egy ilyen 3 hónappal ezelőtt, ez egy ilyen szabály. Tehát ezt megmondani nem lehet, hogyha ne talán meghosszabbítja. Ne talán mi hamarabb tudunk licitet előállítani, le tudjuk tudni. Tehát mindenképpen mi azt jelenti, hogy akkor ezen kívül kell kitegy. Eleve a Miborszfalvi terv úgy van elkészítve, hogy nem az út közepén, hanem a két oldalt viszi, tehát a sánc és a járda alatt viszi a víz és a szennyvízrendszer. Ezért is drágább a Miborszfalvi, mint például a Kossuth utcai, mert itt egy oldalt viszi és két felé beköti, ott pedig eleve úgy volt, hogy az út ágyát ne bántsuk, mert a megyei tanácsnak ez volt a kérése, hogy ne bántsuk az út ágyát, hanem az útpatka, és azon kívüli részekbe vigyük ezt a vezetéket. Tehát mondom, a terv elkészítése a legmegfelelőbb idő ezelőtt 7 évvel, 8 évvel lett volna. De akkor mi nem tudtunk eljárni, amikor tudtunk, azonnal eljártunk ebbe a fázisba. Köszönöm szépen. Valakinek még kérdése van? Hét év vagy 70 év vagy 700 év, ez most vitatott. Relatív. Mit érdek? Parancs. Szeretném üdvözölni a tanácsot és a kollégáimat. Én csak annyit szeretnék elmondani, hogy én általában nyugtával szeretném dicsérni a napot, de annyi szó esett a vízés csatorna projektről, hogy azért szóval szeretném mondani azt, hogy Barut, amit kapott ezt a 43 millió lájes csomagot, azért helyezzük egy megvilágításba. Tehát azt kell tudni, hogy Csák Attila miniszterünk, ő azt mondta, hogy a községek és a városok, tehát mindegyik kap egy minimális csomagot. A községeknek 4 millió láj volt előirányozva, és a városoknak 7 millió láj. A megyek központoknak 43 millió lár. Tehát azért ebben a kontextusban azért el kell mondjuk, hogy Barót kiemelt segítséget kapott, úgy a minisztérium részéről, mint a megye vezetés részéről, hiszen Barót az országban a megye székhelyek szintjén kapott finanszírozást. Tehát Sárpsi-Szentgyörgy is 43 millió lár kapott, és akár az országban levő más megyeszékhelyek is.
Persze most itt azért látszik, hogy ezek az infrastrukturális befektetések mennyibe kerülnek. Tehát egy megyes székház szintén finanszírozott projekt még ez sem elég, hogy Barót és a hozzátartozó falvakban mindegyikben megvalósuljon ez a befektetés. Én azt mondom, hogy ki kell emeljük azt a pozitívumot, hogy Barót kiemelt finanszírozást kapott erre a befektetésre, és én azt mondom, hogy a polgármester úr és a tanácsnak a szakmai osztályai keményen kell dolgozzanak, hogy ezek meg is valósuljanak. Köszönöm szépen! Pedig nincs, akkor köszönöm szépen a részvétel, ezen a gyűlésünket az alkot tekintve, további szép napot kívánok mindenkinek!